Kicsodát? Rezsőt. Rezsőt. Figyelj, azt nem mondtad na, végül, zacot főztem le, vagy nem? Egész jó, szerintem. Van egy kis ilyen <laughs> gépolaj de az, az a, a... Az a Az a Az a Az <laughs> <laughs> Először is nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Mert én köszönöm a meghívást. Nem is, nem is gondolják az emberek egyébként, hogy mi mennyire örülünk annak, hogy így megtisztelsz minket például te is azzal, hogy így eljössz, tudod, mert azért messze vagyunk. Az én szakmámban ez egyáltalán nincs messze. Mondjuk ez is igaz. Ez Gyakorlatilag is igaz. nekem már az a messze, amikor mondjuk szombathelyről kell menjek, békés Csabára, akkor már kicsit zavarba jövök, de Debrecen az autópályás. Meg azért így... sokszor voltál itt, nem? Persze. Itt azért így vannak, mit tudom én, egyetemi műsor. Lovardás, lovardás mit, Tényleg ott volt nálunk. Kettő volt itt az önálló estem. Igen, amire mi nem tudtunk, igen. hogy volt, mert akkor, akkor hívtunk volna, hogy ne kelljen kétszer gyere, de most ezzel nem tudom, mit kezdve, ne arra, hogy érte. Nem te, baj, semmi gond nincs. Hogy ez nem. így alódott. Na, hát nem titok nyilván, hogy, hogy azért is szerettünk volna veled beszélgetni, mert itt belekóstolsz mindenféle dologba, amit mi is csinálunk, ami egyébként egy tök izgalmas téma, úgyhogy most ne ezekről beszélgessünk, Kíváncsi vagyok, hogy a nézők egyébként honnan ismernek téged, mert azért csináltál uh, dolgokat korábban uh, már. Én speciál, um, azt tudom, hogy ami nekem ilyen toppos volt, és léci, emiatt ne, <laughs> ne légy uh, Attól függetlenül hogy a stand-upot nagyon szeretem. Nekem a susogós mackókhoz toppos volt. Tehát Aha. az fú. Én emlékszem, mert pont itt a kollégával beszélgettük, hogy, hogy megláttuk először, hogy az mi, és így ez hogy, hogy került ide a műsorba, hogy mi történik? Aztán egyre viccesebb lett. Hogy annak, hogy lettél a része, egész pontosan? Egész pontosan a, a Litkai Gergő csinált egy képregényt. Uh -huh. Ő még nagyon régen a nem tudom, hogy a, vagy a med, vagy a, vagy a... Hogy hívták azt a régi képregény újságot? Minden, ami név van, gondolkodni fogunk egy olyan igen, tíz Igen, percet. Volt med, volt kretén, volt csak kretén, kretén talán, a kreténben kretén volt, volt, de lehet, nem, nem akarok hülyeséget mondani, és akkor ott ő csinált egy képregényt, de ott még teljesen ugyanolyanak voltak a mackók, és akkor felkért engem, mivel én báboztam már, hogy akkor mi lenne, hogyha ennek neki fognánk, és akkor én hívtam még Veres Andrist, illetve édesanyámat, Veres Andris az a, a hát jó barátom és Lengyelországban végzett bábrendező szakom. Uh -huh. És akkor édesanyám kitalálta ezt a két figurát, ö, mi pedig hát valamennyire beleszóltunk az írásba, meg hogy akkor az legyennek két ugyanolyan karakterem, két tök különböző, és akkor átalakítottuk kicsit ezt a, a képregényt, de ugyanúgy Gergő írta, van vannak benne azért improvizatív részek, meg a vége felé már. Már mi is belírogattunk, meg még mások is. Tehát ez így bővült. Kicsit az a szívfájdalom, hogy ez sokkal jobb is lehetett volna. Tehát sokan nem szeretik, azt is megértem, mert szerintem attól függően szereted, hogy melyik részsel találkozol először. Igen. És ha jó részsel, akkor jó, ha nem, akkor nem. Nagyon rövid idő alatt kellett megcsinálni, és ez, ez azért a minőség rovására ment. Nem is feltétlenül a látványba, inkább a szövegbe. Nem tudom, nekem mindig azért tetszett, mert azért, na, tehát nem, ez nem nem negatív, de azért van egy olyan, egy olyan prolisága az egésznek, amit azért Magyarországon sokan ismernek. És tudod, a hasonló érzés az mindig olyan szimpátiát kelt szemben, amikor így Jól tudom egyébként, hogy uh, neked édesanyád. Uh, Máskor is dolgozott már veled ő ilyen? Igen, igen. Díszletekkel és egyéb dolgokkal kapcsolatban? Hát ő, ő iparművész, képzőművész, mm. tehát nem a szülői munkaközösség lelkes tagja, aki mindent megcsinál, <laughs> hanem ért is hozzá, és elég gyakran dolgoztam vele együtt. Mm -hmm. Színházi látványokat tervezett, díszletet, bábokat, rezsőt is ő csinálta többek között. Úgyhogy igen. Akkor ebben, igen, mert hallottam meg, mondtad is, hogy még most is bábozol. Igen, igen, igen. Ez egy hát ilyen, ö... nem tudom, érdekes egy dolog ez a bábozás, nem? Úgy nem gyakran találkozom emberekkel, akik báboznak. Én sem. Te se? Én sem? Hát Én így... De bábokkal egyre többet találkozok, ez a furcsa. <laughs> <laughs> egyre többen vannak a srácok. <laughs> Az a helyzet, hogy nekem a háború után Németországban nagyszüleim csináltak egy bárszínházat, mert nagymamám nagyon tehetséges volt ez ügyben. Ő egyébként erdélyi származásúak, és nagymamám az erdélyi szász volt, és akkor onnan mentek Németországon, mindegy, az igazából lényegtelen és ott, ott, ők elkezdtek egy bábszínházat csinálni, és anyám mindig mondta, hogy én milyen jó mozgatom, mert én alapvetően nem báboztam, hanem ezekkel a masterszekkel, G.I. joe és például az alfal, meg ilyen plusz szórakoztattam a szüleimet, Aha. és akkor mondta, hogy nekem milyen jó érzékem van ehhez, mert egyből megelevenednek a bábok a kezemben. És Mondtam, hogy ez tök jó, de én színész szeretnék lenni, mert nem, nem akarok a függöny mögött, míg a báb sztár lesz, addig én ott hátul kussolni. De aztán valahogy ez visszajött az életembe, és egyre inkább beszorultam a paraván mögé, és ebben nem, mert a, igazából most csak beolvasztom a, a produkcióimba. Hát most de már például... nagyon sok nagyon sokrétű vagy. Túl igen, sok rétű. igen, igen. Már az a helyzet, hogy én mindig megunok egy kicsit valamit, és akkor el kell, el kell kezdjek valami újjal foglalkozni talán ezért is vagyok most itt. Azt hiszem, ez is így alakul. Igen, igen ehhez ez közel De ez a bábozás, ez visszatérő dolog már. Tehát ez ez visszatérő, mert, mert szeretem. Az a nagy fájdalma, majd nem tudok has beszélni, és akkor ezt ez néha ilyen gag formájában előszedem, hogy, hogy ugye azzal poénkodunk Rezsővel, hogy én nem tudok beszélni, és ez őt is zavarja, meg engem is. Mm. De tehát jó lenne, de aztán végül is most már ez nem érdekel, és a, például a, a Mogás című estben, ott van két csecsemű báb, akikkel már úgy bábozom, hogy, hogy nem takargatom a számat, hanem egyértelműen látszik, hogy beszélek, miközben beszéltetem. Aha, Egyébként ez egy érdekesség, mert Veres a pont ezt beszéltük, aki ugye hát bábrendező is rengeteg, tehát hatalmas tudása van mindenféle bábszínház terén, hogy ez mitől működik, hogy, hogy látszik a szád, és úgy beszélsz egy bábbal, hogy az van, hogy működik, van, hogy nem működik. Igen. És ezt nem lehet eldönteni, és még ők se tudják meghatározni. Mondjuk van egy fontos szabály, hogy ugye amikor a bábbal játszol, akkor mindig a bábot kell nézned, mert a tekinteted egyből levezeted a bábra, és mm -hmm. a néző nem téged fog nézni, hanem a bábot, mert ugye a, az ember arca mindig látványosabb, beszédesebb, mindig jobban mozza a tekintetet, mint egy báb, és ez a bábszínész meg kell oldját vagy egy paravánnal, vagy ha ketten vannak együtt, akkor rá kell fókuszáljon. Én beszélőket láttam, tudod, akik, akik meg direkt, nem tudom, lehet azért, hogy pont ezt a, ezt a tulajdonságokat akarják erősíteni, hogy viszont sokszor direkt a közönségre néznek. Ja, akkor igen. Hát De gondolom, ott nem mozog a száll, van, igen. De akkor is mozog a szájuk. Hát nagyon minimál, a nagyon profiknak nem, nem igazán. De Tehát tudom, csak én vagyok, egy olyan köcsök, hogy mindig azt nézem. Tudod, mert hát ugye ez a poén, hogy ha beszélsz, akkor mutasd, tudod, és hogy nézed a száját. Hát most lehet olyan. gyakorolni otthon kicsit tükör előtt, de... Az biztos. Mondjuk én mindig csodálkoztam, hogy hogy, hogy hogy, ezt hogy csinálják, mert egyszerűen elképesztő. nem... ugye azt mondtam, a legtöbben hmm. Jeff dunham ismerik a, a produkcióiból. Igen. Ugye ő ilyen egészen érdekes figurákat használt. De hát, az, az egy érdekes ötvözet volt egyébként, mint olyan, mert ugye a humor is egy, egy hát nagyon egy jó faktor. De egyébként úgy csinálják, hogy van egy külön ABC, ami a magánhangzókat más hangzóként ejti ki. Micsoda? És azt begyakorolják. Jó, hogy erre van egy van kö... az A-nak egy megfelelő, mit tudom, én nem tudom, mondom. Nincs Aha. Magyarországon olyan, az, aki ezt tanítja. tehát uh -huh. egyáltalán... És akkor ők egy speciális ABC-t tanulnak Igen. meg, am, amivel nem kell annyira kinyisd a szár. Így van. Ha, érdekes. És ésen... köszöntöm a nézőket, mert azt hiszem, még nekik nem köszöntöm font... csak nektek. Ez, ez folyamatában Néznek, válik. van néző egy. Micsoda, nem szoktak egyébként meg... Főleg, nem, meg... Igen. hallottam, föl azért is jöttem, hogy nézzenek már titeket egy kicsit. Ezt akartam igen, mondani, igen, hogy annak, annak reményében üge. hívtunk meg, tudod, hogy hát, ha egy-két ember. Ennek van haverom, és az mindig nézi. Ők mindig? Ők <laughs> mindig. <laughs> de egyébként szerintem a legtöbben még mindig a, a stand up ismernek téged. Most én, én, én egyébként nagyon szerettem a, a szerepedet a, a... Na basszus, és akkor látod, mondtad, munkágy hogy a nevekkel... Ügyek. A munkaügyek. Mondtad, hogy a nevekkel gond lesz, és lesz. beakadt. De Robert, nem? Igen, Robert. Uh, 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 oké, okay. akkor ez megvan, hogy az, hogy az voltál te. Az, igen. Az, az, a sorozat, az, fú, az én, én azt nagyon szerettem. Fura, hogy mondtad a susogós mackóknál, hogy van, akik, tehát van, akik nem szeretik. Én a munkaügyekkel kapcsolatban voltam úgy, hogy, hogy, aki, aki szerette, az nagyon szerette. Aki meg aki nem, az meg így lehet, hogy nem is tudott róla. Hát... Uh, én nagyon féltem az elején, hogy uh, magyar humoros sorozat, hogy fú, ez biztos, hogy kellene nekem, meg az elején egy rövid rész volt, csak aztán benragadtam. Uh -huh. De nagyon jó volt forgatni, meg nagyon jó hangulata volt, nagyon jó emberekkel dolgoztam együtt, úgyhogy tényleg egy jelentősen eseménydús része volt az életemnek. Az mennyi ideig ment egyébként a munkaügyek? Hát öt évad is volt, vagy hat is 5, talán, és az egy elég nem sok volt. volt és Igen. ennek ellenére olyan nagyon sokan vannak, akik nem is tudnak róla. De lehet azért, mert tudod, egy olyan korosztályba kérdezősködtem, tudod, akik már annyira nem néztek tévét, hát inkább lehet. csak internetet. Uh, pedig, pedig jó volt, meg, meg mondom, én nagyon-nagyon jókat szórakoztam, meg elvesztem egyébként. Jó volt, meg, meg a, a Márton Pisti, a rendező ő egy csomószor szabadjára engedte ezt a sok őrültet, <laughs> és ugye meg volt a szövegkönyv, de ott nem, volt, nem voltak olyan szabályok, amiket ne lehetett volna áthágni, és ebből azért elég őrült jelenetek jöttek ki. Igen, a, talán, talán a fiatalok onnan, hogy, hogy YouTube-ra felkerültek jelenetek, tudod, ilyen legjobb, legjobb igen, beszólások, igen. vagy olyan hasonló, és akkor ott láthatták hogy ezek vannak, de nekem, nekem megmondom őszintén, hogy nem is az, hogy van, mert öm, én is mindenképpen ebben az úgynevezett új médiában látom a jövőt, de mégis ezek készültek a tévébe olyan tartalmak, magyar tartalmak is, amik jók voltak, és sajnos ugye áldozatául esnek a nagy figyelem elkerüli őket, öm, amiatt ugye, hogy erre, erre, az újfajta platformra vagy platformrendszerre terelődik a figyelem. Hát igen, de inkább azt vettem észre azért, hogy jó. Hogy az régen volt, amikor jó tartalmak igen, készültek igen. a tévére, most már én nem is tudom, mondjuk én nem nézek tévét egyáltalán, talán foci meccseket, de tehát nem nagyon vannak olyan műsorok, amik biztos van olyan, de már inkább a nagyhányad az, az gyakorlatilag reklámok által teletűzdelt, borzasztó tartalmak. És te is egyébként nyilván egy határozás volt részedről is, hogy a, ugye internetre váltasz, de te, 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 is ezt látod, hogy teljes váltás lesz? Hát szerintem igen. Szerintem igen, mert egyrészt meg tudod kerülni a reklámokat egyszerűen, tehát én már képtelen vagyok végignézni bármit is a tévében a reklámok miatt, tehát az bármilyen jó film, az biztos, hogy nem fogod ülni még fél órát, hogy végignézem a sampont. Öhm. És szerintem át fog állni, sokkal egyszerűbben kezelhető, mindenütt ott van, uh -huh. ö, talán még szabadabb is, bár én kicsit attól félek, ugye, hogy ez a szabadság is majd korlátozva lesz. Ö, Biztosan de... így van. Biztosan így van. Már most is sok példa van erre. Nem csak most így a podcast előtt beszélgettünk így a COVID-os ügyekről és a többi, nem csak azzal kapcsolatban, hanem ugye az új PC világgal kapcsolatban is, hogy így, már így nevezzük érte, mint hogy nagyon, sok, nagyon sokszor előfordult, ugye, hogy a Facebook is, akár a Twitter, akár a YouTube is, ugye mivel ők hát, relatíve magánkézben lévő cégekről van szó, az ő megítélésük alapján tudnak úgymond elrejteni tartalmat, vagy nem. Tehát ebben nagyon igazad van, hogy ha ez érzékenyen érint, vagy olyan témákkal is szeretnél foglalkozni, amik érzékenyebbek, akkor kérdéses. Hát én igazából a Szeretnék logikus és egyértelműen igaz dolgokat, vagy arra alapozva tartalmat készíteni, és ez nagyon sok mindenkinek nem tetszik. Mm -hmm. És mindig akadályokba ütközik az ember, a mai világ arra van berendezkedve, hogy hozd meg és uralkodj, mondjuk ez már régen is így volt, csak most ez, ez nagyon így működik, ezért vannak ezek a túlkapások mindkét oldalról, és ez a PC világ gyakorlatilag a nyelvünket is elvette, tehát humoristaként sem tudsz egy csomó olyan dolgot mondani, ami, ami teljesen normális lenne, mert mindig bele-bele akadsz olyanba, amit lehet, hogy már nem szabad, vagy vagy most még nem szabad, de következőre nem lehet szabad, és akkor ez az egész, nem tudjuk, hogy hova vezet, de de ha igazán szabad akar lenni, én is ezért csináltam ezt az oldalamat, hogy, hogy akkor ott teljes mértékben próbálom, és és vállalva a felelősséget azért, hogy lehet, hogy mondjuk hülyeséget mondok. Tehát itt az a lényeg, hogy az ember bármit mondhat szerintem szabadon, sőt, egy idő után be is ismerheti, hogy óriási hülyeséget mondtam négy évvel ezelőtt. Hogyne. Csak hagyd mondjam el. Ez jelenti azt, hogy felelősséget vállalunk Egyem. azért, amit, amit, amit mondunk, és ebben egyetértek veled. Hogy... Nem más mondja el nekem, hogy én a, hogy az hülyeség, vagy az a nem, hanem majd én elmondom, ha úgy érzem, hogy hülyeség ez, ezzel, ezzel egyet tudok érteni. Ez, amit említettél itt a humorral kapcsolatban, vagyis a stand up kapcsolatban, hogy ugye elveszik a nyelvet, ez, ez nekem nagyon nagy szívfájdalmam. Egy az, hogy jó, van, akik vallják ezt, hogy viccelni bármivel lehet. Én komolyan hiszek ebben egyébként, csak nem mindenki tud, nyilván. Igen, én is hiszek benne. Talán egy kivétel van, amivel én, én ugye hívő vagyok, és mondjuk Jézus Krisztusra én nem viccelődök, mm -hmm. mert ő a főnök, meg a jóisten, és nagyon trágár vagyok, de káromkodni, tehát Isten káromlásra sosem hallanak tőlem az emberek. Vagy ha igen, akkor... De mindegy, tehát tudom, hogy van, aki ezzel él, vagy, vagy csinálja, vagy nem is érdekli, esetleg nem is hisz benne, ezt teljesen tiszteletbe tartom. Csak én ezt az egyet húzom úgy meg, hogy jó, ezzel nem viccelünk, de amúgy bármivel. Nem, ezt, én megértem, hogy a, a, te oldaladról ez ugye ez egy tudatos, egy megfontolásból történik. Tudod, mert nagyon érdekes ezzel a kapcsolatban. Nyolc év alatt egy, egyetlen egy visszajelzést kaptam, nem tudom, emlékszel rá, Jani. Én sem Egy, egy hölgy hogy ő észrevette, hogy én se. Te sem? nem, nem. 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 Én mocskos trágár, undarit augusztustan ember vagyok, de nem szoktam én sem úgymond káromkodni. Hogyha a szónak abban az értelemben veszük. Nem azt mondom, hogy soha az életben nem fordul elő. De Néha kerülöm, kicsúszik, de az, de, de az akkor, kerülöm, akkor nagyon De kerülöm, rossz rossz és szépen. tudatosan kerülöm, és mondom, megnyugtatott a tudat, hogy valaki észrevette. Igen, hogy, nem szoktam, jó? hogy nem szoktam. Mert Igen, mert, mert, mert az egy másik-másik történetbe lép át az ember, és ha véletlen Igen. átmész, akkor viszont egyből utána le is higgadsz, mert az annyira durva. Igen, Nekem hogy jó is hozzá... az, hogy az emberben úgy van egy ilyen vonal, nem? Tehát, hogy így meg tudod magad, magadnak meg tudod mondani, hogy hú, na most Hát mások. valaki kell legyen a főnök. Az ember, hiába én is nagyon szabad lelkű vagyok, meg tényleg a színházakba sem ment, azért nem felvételeztem a színművészetire sem, mert úgy gondoltam, hogy nekem nem mondják meg, hogy hogy jövök be a színpadra. És ez akkor óriási hülyeség volt, meg mögötte volt az, hogy azért nem szeretnék megtanulni 15 verset most. Tehát rengeteg elvet gyártottam. De ugyanakkor ott volt az is, hogy azért elvégeztem egy színi akadémiát, ott kitanultam a szakmát, és azért, hogyha bekerül az ember a színházakból, ott kell a színésznek legyen egy olyan alázata, nem csak a munka iránt, hanem mondjuk az iszonyú tehetségtelen, fakezű rendező iránt is. És amikor egy olyan ember alatt kell dolgozzál, akár éveket meg beraknak nagyon rossz szerepekbe, és ezt, az, ezt, ezt én nem akartam csinálni. És egy ideig rossz volt, most meg végül is jó, mert, mert megkerültem ezt, és ugyanúgy visszatok menni a színházba, csak most már bejönnek hál' Istennek a nevemre, és ott tudok előadni. De ettől függetlenül persze, ha jó rendező alá kerül az ember, meg jó, akkor az egy csodálatos dolog, csak hát nincs olyan sok jó rendező. De mindenből tanul az ember, nem? Abszolút. Jó, persze, nyilván vannak, van egy idő határa, mint túl, már tényleg csak a, a rossz része marad meg, de azért mindenből tanul az ember. Hát igen. A, az a, hogy a tévéből, és most téged semmiképpen nem ebbe a kalapba akarom -e bevenni, de ahogy a tévéből sokan mozdulnak át a, a, az internetre, azért látunk uh, sikeresebb és kevésbé sikeres uh, dolgokat. Um, megmondom őszintén, egy kicsit ilyen nézőnyomásra, de meg akartam kérdezni tőled, mert ők kíváncsiak rá. Nekem mi volt a véleményed, mit miért olvastál uh, ugye a Friderikuszos megnyilvánulásról? Uh -huh az, hogy, hogy, mindenképpen fizetniük kéne az ingyenes tartalomért. Mm, igen. Hát, ja, hát, zseniális szerintem. Tehát. <laughs> ö, lehet, hogy a én is kiírom majd az oldalamra, hogy ha ránéztél, fizetned kell, mert beperellek. Hiába van ingyenes felületen. Hát ez, ez nem tudok mit csinálni. Hát ez, Csak annyira abszurd, olyan Hogy, ugye? Igen, hogy, igen. hogy gyakorlatilag ö, de az a baj, nem is tudom átgondolni a fejével, hogy ez hogyan gondolta, hogy kirakja ingyenesen a, a Én ezért tartalmat, nagyon aztán utána... Nem... Hogy mondom, ez hogy? Tehát, hogy, tehát ezt nem hiszem el, hogy, hogy ezt minden normális ember meg tudta érteni, hogy ez hogy működik, és hogy ő nem. Szerintem kéne egy ilyen néző számláló, amivel figyeli a nézőket, és utána egyesével oda megy egy becsönget, és bekírja egy ilyen kis kalapba a pénzt, hogy láttam, hogy láttad. <laughs> <laughs> igen, igen. De nem, hát ez, ez, nem tudom ezt tovább, fokozni, a teljes őrület. Nem, az a baj, hogy elment, tudod, és ráadásul elment abban a nagyon ilyen, ö, ilyen, 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 kimérten affektálós hozzáállásban, amit ö, az ő részéről azért megvan, hogy ö, nem erkölcsösen fogyasztják a tartalmat. A kúrba, ja, tényleg életben. nem erkölcsösen volt még ilyen is. És akkor tudod, így, 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 így meg. Lehet, hogy mesztelenül nézik. Igen, azt gondol, Lehet, hogy benne, arra gondoltam. De... Mert... <laughs> De ha tudná, hogy hogy nézik, ha akkor mit mondaná? <laughs> hát igen, érdekes, igen. érdekes figura. Hát vagy azt se tudja, hogy ez mi, nem? Lehet, hogy nem mondták el neki, hogy ez a YouTube azt hiszi, hogy valamelyik. Lehet, csak furcsa van. számomra tudod, hogy ennyire bele... Tehát én, én, nem tartom el, hogy is mondjam, elképzelhetőnek, hogy valaki ennyire beletokosodott egy másik médiába, és nem érti, hogy, ez, hogy ez, 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 teljesen más. Vagy lehet, hogy azt mondták neki, hogy valaki megerősítette abba, hogy ide kell jönni, mert a, ha a meg meghallják, már dobálnak Már pénze. akkor egyből... Izé. Hát, főleg ő azért nem hiszem, hogy pénz szűkében van. Ezt nem tudom, gondolom, hogy nem. Gondolom, hogy nem. Szerintem én el tudom képzelni róla, hogy szerette volna ezt a műsort csinálni, tehát hogy így újra ezt a szerepet betölteni, amit ugye nagyon sok évig betöltött az országban. Ahhoz képest egyébként, tehát hogy most így az internet tapasztalatokról beszélve, az elég jól megindult ez a dolog, így lézettségszinten. Hát én, én nem néztem annyira láttam, hogy szépen megcsináltak szépen. a Úgy, Ahhoz képest tudod, hogy valaki elkezd YouTube-ozni, ahhoz képest ez ilyen sikertörténet. Hát igen, egyből. De nem egyből toppon indul. Hát de így gyárkastánul nem. Igen. tudod, ez... Ezért nem megy. igen. Lehet, hogy nekik is, tudod, nekik is megnyomták tudod, a szarv és a, a, márka szöveget a macska jajból, tudod, hogy egy szarvet márka, akkor megmondták, hogy a sok megtekintés az nagyon sok fél ez, csak nem így működik. Hát meg az a baj, hogy nézőknek dolgozik akkor. Én például az erkölcsösöknek te Csinál az elkölcsösöknek nem szoktál dolgozni. Igen, ez, ez jogos, ez jogos. Um, te eleve más megfontolással álltál neki uh, már magának a, annak, hogy interneten fogsz tartalmat csinálni. Tehát, hogy az, aki csak azt látja belőled, hogy te streamálsz a Twitch-en, az csak egy része annak, mert ugye én is először azt gondoltam, hogy amikor megláttam, tudod, hogy foglalkozol videójátékokkal, videojátékokkal, ilyenek, tudod, így én nem tudtam, én nem ismertem ezt a részed. Hogy Na, mondom, ennyi volt. Most már streamer lett magács. Mi a tököm történt? Ide jön a köcsög a ezt házunkba, dél... az életünkbe, elviszi a pénzt. De hogy nem egészen erről van szó, szóval mert nem hagytál te fel a többi dologgal sem. Ez csak egy ilyen dolog volt. Hát azon gondolkozom, hogy hogyan kellene ezt kibontani, de az a lényeg, hogy lehet jó lenne, hogyha megmutatnád alapból, Jani, no. hogy ugye te egy koncepcióval álltál az internet elé, így egy egész komplexel. Az már, ö, igen. Mondjuk így, mert ugye létezik a honlapod a, a mogács.hu, ahol végül is téged meg lehet találni mindennel, amit csinálsz. Így van. Gyakorlatilag ez egy, ez egy kis mogács HBO. Mogács HBO. Megőrülsz. Aha. Ö, vagy hát próbálkozom valami olyasmi. Tehát először is ugye onnan indult az egész, hogy... Vannak ezek a különböző social médiás platformok, uh -huh. amik nekem mindig nagyon bizonytalanok. Vagy azért, mert nem érem el az összes rajongómat, uh -huh. tehát most nem mondok neveket, de tudjuk ezeket a platformokat, hogy van uh -huh. mondjuk százezer Követő? követőm, és kiírok valamit, és abból látja ezer, holott lehet, hogy százezer lenne rá kíváncsi. Uh -huh. Rengeteg pénzt kell áldozni azért, hogy mind a százezer ember tudja, hogy mi történik ráadásul. Bármikor azt mondhatják, hogy hát ez a platform kiment a divatból, most inkább legyen valami más, és akkor mint mondjuk az Eevee-vel eltűnt, és, és akkor más lesz a platform. Vagy éppen letiltanak, mert kiírtam valami olyat jó szándékú, ami nagyon gonosz dolognak számít bizonyos körökben, és törlik az egészet. Tehát egy bizonytalan felület, ahol nem érek el mindenkit, aki kíváncsi rám. És innen indult az egész történet. És ennek az a lényege, hogy hogy van egy, tehát az extra rész, az egy olyan ö, felület, ahol van egy videótár. Itt külön választottam a gamer részleget a, a sima, humoros és egyéb tartalmaktól. Ez itt a, ez most a gamer honlap, ami látható. De itt, de itt ezen van a menetrended meg minden, hogy mit csinálsz Twitch-en? Igen, ez megtehető úgy is, hogy moggergamer.hu, de a mogás.hu-ról mm -hmm. is ja, oda a lehet landobán, menni? Igen, igen. igen. A, a videótárnak a lényeg, itt lehet előfizetni erre a honlapra, meg feliratkozni, és a feliratkozásért cserébe is van, már vannak uh -huh. ingyenes tartalmak, főleg a gamer részlegbe felraktam az összes régi, mert még folyamatosan töltjük, tehát ez, uh -huh. ez most még nagyon most indult, tehát ez folyamatos uh -huh. fejlesztés alatt van. Az összes ingyenes, vagy az összes régi streamemet, tehát amivel elkezdtem a Fifás s öröngésektől kezdve, uh -huh. minden itt megtalálható lesz. A Mogás Médiában pedig próbálok egyelőre havonta egy olyan tartalmat, itt például vannak tévéből kivágott jelenetek, meg egy-két dolgot már itt föltettem, amit pedig előfizetésért lehet elérni. Háromfajta előfizetési lehetőség van, de már a legalsónál is megkapja az egész tartalmat, az egész honlatt tartalmát az mm. ember. Tehát akkor ez gyakorlatilag, csak hogy mindenkinek ismerős legyen, mert valószínűleg ez fog ismerősen csengeni a nézőknek, ez gyakorlatilag egy Patreon, amit csináltál, Igen. ahová te exkluzív tartalmakat fogsz csinálni azoknak, akik, akik, akik támogatnak. Erről, az erkölcsösöknek. Az erkölcsösöknek Igen. mindenképp, tehát uh, erkölcsenek ne fizessenek, mert vissza fogom utalni. Így mennyit. mi f... Miután megnéztük. Igen. Visszautálod. Ö, szóval a a lényeg az, hogy, hogy itt, itt még ezeket finom hangoljuk egy kicsit, mert tehát az, hogy melyik stábtag, vagy meccénás, vagy keresztapa mit kap, az még itt. tehát például a keresztapák jöhetnek ingyen előadást nézni, meg egyebek, csak ezt még finom kell, finomra kell hangolni. De az egésznek a lényege az, hogy egy kifli áráért, mm -hmm. egy jó drága kifli áráért, tehát mondjuk egy sör, meg egy kifli áráért már megkapnak minden tartalmat, nekem ez nem megélhetés, hanem ez arra szolgál ez az egész történet, hogy tudjak tartalmakat gyártani. Ugyanis ahhoz, hogy megcsináljak mondjuk egy doktormogás szintű videót, ahhoz kell egy stáb. Ezt a stábot ki kell fizetni. Régen ezt lelkesedésből csináltuk a barátaimmal, gyakorlatilag ébérér, és nem 12 órás, hanem 24 órás forgatások voltak, és egy őrület ezt már gyerek család mellett nem lehet megtenni, és másoknak sem tudom megmondani, hogy srácok, hagyjátok már ott a kedvem őket. Úgyhogy ki kell termelni azt a pénzt, hogy tudjunk gyártani. A középkorban is a gazdagok tartották el a művészeket, és jó, hogy nem a politika befolyásolja, vagy egyéb csatornák, még nem csak a politika befolyásol, és itt most mindkét oldalról beszélek, mielőtt bárki is egyből berakna egy oldalra, hanem, hanem hogyha látszott a tévéből kivágott jelenet, ha elmegyek nagy csatornákra, ott is mindig megvan szabva, hogy mi az, amit elmondhatok, és mi az, amit nem. És borzasztóan elegem lett ebből, hogy humoristaként, úgyhogy hogy nem vagyok rosszindulatú, nem vagyok homofób, nem vagyok semmi. Sőt, kifejezetten arról szólnak mostanában az előadásaim, hogy szeressük egymást, és a szeretetet próbálom hirdetni. Mégis megvagdossák ráadásul olyan módon, hogy, hogy kikérem magamnak, és ettől menekülök. Uh -huh. És viszont valahogy élnem kell, és meg kell tudnom csinálni ezeket a filmeket, és ezért ez ugye nem kis pénz leforgatni, főleg, hogy minőségi módon tudjam ezt megcsinálni. És ez így elindul kicsibe, de azt néztem, hogyha ezer ember mondjuk összejön, aki egy ilyen kifli meg egy sörárával valahogy tényleg a kis családomat támogatja, akkor azok beindíthatják azt, hogy én tényleg a havi rendszerességgel át tudok állni arra, hát most már a havi egyet azt, azt megcsináljuk így is, úgy is, de hogy, hogy rendesen működjön, és ennek a jövője az lenne, hogy más szerintem tehetségesnek ítélt művészeknek az alkotásait támogatva itt a Mogács Média fölkarol olyan produkciókat, amik szerintem szórakoztatóak, igényesek, és, és, úgy érzem, hogy az emberek is örülni fognak neki. Ezért abszolút azt gondolom, hogy a tartalom jó, akkor ezt meg lehet csinálni. Vannak jelenleg is youtuberek közül, akik már nagyon régóta csinálják ezt a szakmát, aki igaz, hogy ugye valamelyik social platform belső rendszerén belül, de hasonlóan gyártanak tartalmakat, ami úgy, amikor úgynevezett paywall mögött van ugye a tartalom, vagy az, hogy mondjuk hamarabb kapnak hozzáférést ugye az emberek bizonyos kontentekhez, vagy exkluzívan nekik szól, mondjuk egy élőadás, vagy hasonló, ezeket csinálják, és egyébként azok, akik előfizetnek, én kérdeztem nem egy-két embert, aki szokott így előfizetni más tartalomgyártóra, azt mondják, hogy amúgy megéri a plusz kontent, mert mert, mert jók, úgyhogy én bízom benne, hogy ezek működnek, mert most az, amit elkezdtél twitch csinálni, azt látom, hogy amúgy, amúgy, szeretik az emberek, meg amúgy kurva én, de, de nyilván én örülök annak, hogy nem akarod abba hagyni a többi dolgot, amit csinálsz, mert, 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 mert jók. És... Hát semmiképpen nem, meg most gyakorlatilag most a gamer részleg elért egy olyan szintet, most még talán összeépítünk egy gamer gépet, és akkor nagyjából megvan a, a szett. Uh -huh. Azzal már nem kell foglalkozni, és úgy érzem, hogy valamennyire kitanultam ezt a szakmát, ami iszonyatos bonyolult volt, főleg nekem, mivel én nem vagyok egy technikai beállítottság, nagyon szeretem a kütyüket, de nem értem, hogy hogy működik, csak így gusztusos, meg, meg szeretem, de nem, nem tudok mélyebben belefolyni. Most kitanultam, hogy hogyan lehet ezt az egészet irányítani, a rengeteg bingi, meg az őrület, meg van egy fantasztikus táb mögöttem, akik ugye segítenek szeretetből, hogy kiemelem mondjuk Rönét, aki imád titeket, például. Illetve köszöntöm Nagykót is, aki biztos, hogy ott ül és néz, és még Frostit és egy csomó embert elmondhatnék ide. Most az a baj, nem szabad ezzel megállni, elmondtam. Hármat Jogodtan az hogy gondolod, hogy kimegyek biztos, biztos. Loxit és mindenkit üdvözlök, szóval a, a, lényeg az, hogy ő nélkül ez nem jött volna létre, tehát ők olyan komolyan támogattak, és most nem csak az anyagiakról beszélek, hanem, hanem DDM például, aki technikailag folyamatosan ott van mögöttem, és, és minden ilyen binge vele hajtottunk végre, hogy nélkül ez nem történhetett volna meg. És Honnan indult ez az egész? Honnan Valamit... indult ki, hogy ugye a stream, mit csinálsz, ja, hogy, mondtad, hogy, hogy és igen, akkor most, most lassan kész. Lassan kész, és most már eljutottam oda, hogy beülök, tudom a menetrendet, hogy mikor mit fogok játszani, és akkor élvezem. És remélem nem leszek függő, mert nagyon nehéz róla lejönni. De szeretem Ö, ezt a gémelést egyébként. Nagyon, tehát ez neked tehát nem én... egy ilyen felvetszúc, hogy na mi van magáns, a humor, aztán most itt videójátékozni próbálsz, igen, szóval... hanem neked ez így meg megvolt, hogy Fanatikus. Hát ez, amit mondtam neked itt előtte, hogy én 40 éves korom környékén elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi az, amit úgy igazán nagyon szeretek csinálni, mert azt mondják, hogy abból kell megélni. Uh -huh. gondolkodtam, és mindig a játékot dobta a gép. Tehát én én a játékoktól a szerepjátékon át rengeteget szerepjátékoztunk. Régen. Tényleg? Magas szinten, mert azt, annak van a különböző szintjei a szerepjátéknak, van az, amikor dobálod a kockát, és ülöd a szörnyeket, és mindig a tépét Igen. szétosztod, és akkor ennek így vége. Meg van az, a, én rengeteget tanultam a színészetből, meg nagyon sokat adott a színészetemhez az, hogy állandóan mesélő voltam, és nagyon sok mm -hmm. karaktert játszottam el mindig. És színészekkel is játszottam együtt, tehát ott, ott komoly kis előadások folytak egy-egy ilyen szerepjáték alkalmával. Ilyenkor nagyon irítkedem, de nagyon. Mert én is szerepjátékoztam, csak tudod, mi, én abban a koromban szerepjátékoztam, amikor még nem volt olyan kiforrott az előadásmódunk, Aha. illetve egy társaság volt, akik miután eltűntek, én soha többet nem találtam partnerre, úgymond ebben. Jó mesélőt meg aztán végképp le, nagyon nehéz találni, pedig nagyon szerettem én is. Te is szeretted. Á, nagyon, nagyon. Próbáltam elég sokat, közülük. Csak mondom, hát az volt a baj, hogy ugye embereket kellett volna találni, akikkel lehet játszani, nem a játékokat kellett volna igen, találni. igen. Na és egyébként az az találás is érdekes, hogy én ugye játékos őrültként néha összeakadtam egy-egy barátommal, akikkel mondjuk szétszodott már az élet, tehát uh -huh. ritkán találkoztunk, akikkel tudtam úgy beszélni, hogy habzó szája a lórákon keresztül, és az megvan az a játék, és azt izé-bizé-hozé. De ez úgy nem volt része az életemnek, és Viszont nagyon szerettem, de ugyanakkor nagyon féltem attól, hogy én most ide jövök gémerkedni, mert láttam ugye, hogy csinálják ezt mások is, csak most én elkezdem, az, az milyen lenne most a színházból, meg a színházi közönség mm -hmm. mit szól ehhez, de a pandémia hozta azt, hogy jó, hát akkor kipróbálom, hogy is itthon ülök, akkor legyen valami és akkor is Istennek jól vették azok is, akik mondjuk ilyen segjük és ilyen nagyon megítélnek mindent. Ö, nekik is tettem nem tudták, hogy mit csinálok, de azt mondták, hogy végül is olyan jó hangulat van, tehát úgy elnézegették. És akkor viszont jött egy olyan közösség, akikről meg szája a hajnali négyig még lehet beszélni a játékokról, és, és ez Igen. a durva benne, hogy, hogy nagyon nem voltak ilyen emberek már körülöttem, és most egyszerre kaptam egy csomó ilyen embert, ami viszont tényleg ilyen függőség szinten ott van, hogy bemész a barlangba, és akkor ott <gül> nem <laughs> tudsz kiszabadulni, mert mindig van egy újabb téma. És ez, ez fantasztikusan jó benne. Sokan vannak így, ahogy te, és mindig gondolja arra, én mindig rájuk gondolok, hogy ahogy te megtaláltad ezt a kis farzsebedet, amit nagyon szeretsz, és ki tudod élni magad, úgy sokan, akik téged megtalálnak, ugyanígy vannak. Ugyanígy egyedül vannak, és akkor lehet, hogy téged nem erről az oldaladról ismertek, de most megtudták, és most ott vannak, és ők is társaságra, közösségre találtak, mert úgy vágyták. Csak Igen, és ráadásul nagyon jó lett a közönség, közösség. Tehát az a furcsa a moggerek között, hogy én azt hittem, hogy ide jövök, és akkor majd biztos ilyen pattanásos tíz éves srácok fognak, csak. És közben pedig felnőtt apukák, mit tudom én, gépészmérnöktől kezdve mindenki. Olyan figurák, akik tényleg komoly emberek, de imádnak játszani, és hogy viszont ugyanakkor megvan egy, tehát most már nem fényezem tovább a társaságot, de csak de, de a, a lényege az, hogy, hogy ez egy óriási és nagyon kellemes csalódás volt, hogy teljesen mást vártam a csetfaltól, mint mm -hmm. ami jött. Igen, ezt, ezt örülök neki, hogy neked például elhiszik az emberek. Nekem nem mindig hiszik el, de attól ugyanilyen véleményem vagyok. Miért nem hiszik el? Hát mert tudod, én, mi ebben szocializálódtunk már, úgymond. Tehát én, én, tudod, én mondjuk nem egy színész vagyok, aki, aki elkezdett hasonlókat csinálni, vagy ha nem, mi ezt csináltuk, és kész. És akkor nyilván ugye haza beszélünk, hogy itt minden milyen jó, Aha. meg mindenki milyen értelmes. Örülök neki, a mástól is hallom, tudod, nem csak én mondok ilyeneket, hogy nem, nem csak a sztereotípia nézi a streameket. Igen, meg hogy az, 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 volt még nagyon jó, hogy ezek a gamerek ugye azért kimozdulnak, tehát eljöttek az előadásaimra, mm. elmennek kocsmába együtt, van, akik összejöttek, tehát hogy, hogy Igen. alapvetően egy olyan csapat is, nekem ez okozott egy ilyen lelkiismeretfordulást ezzel a az egész gémerséggel kapcsolatban, hogy, hogy nem akarok egy olyan dolgot közvetíteni, hogy ugye én imádom a játékot, és ez milyen jó, hogy én imádom, és játszom, és beszorulnak az emberek ugye a gép mögé, és nem mozdulnak ki. És ez nekem egy folyamatos kérdés, hogy én végül is a reklám arca vagyok annak, hogy ülj a szobába, azt nyomja a döcsém, mert ez iszonyú jó. Nektek nincs ilyen lelkis a kérdés? Nincs. 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 Mi láttuk egyébként azt, hogy régen nagyon sok helyre elmentünk, ahol találkoztunk a közönséggel. sok sokfélék. És ez, a, tehát a kettő nem ugyanaz. Tehát ez nem jelenti azt, érted? Tehát ez olyan, mintha azt mondanád, hogy a foci meccs, mindig ezt a hülye példát kell felhozni, hogy a foci meccs arra készteti az embereket, hogy mozogjanak. Hát azért a foci meccs nézőknek egy nagy része mégsem teszi ezt. És ez ugyanúgy visszafelé is igaz, hogy sokan csak nézik. Amit a a fociznak az egészséges és jó. Ez igaz, jó, ebben igazad van, ebben igazad van. Viszont nagyon sokan csak fogyasztják ezt a tartalmat. És nem konkrétan minket például rengetegen azért néznek, mert nincs idejük játszani. És mert tudod egy ilyen, tehát úgymond a. A videojátékozás az egy, az egy aktív élmény. Ott neked muszáj igen, csinálnod igen, valamit. Igen. Amit mi csinálunk, az egy passzív élmény, mert azt nézik, hogy mi játszunk. Igen. És is sokan uh, munkaközben, ha tehetik, vagy kikapcsolódás, tévé helyett, tudod, elhozod a, 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 az életükbe tudod azt a rövid időszakot, amit szórakozással töltenek. És én nem hiszem, hogy ezt, hogy ezt negatívan élné meg valaki. Vagy azt gondolná, hogy te vagy a rossz fiú. Hogy arra gondol. Igen, mm. csak van a, a kikapcsolás és a bekapcsolás között egy különbség. Tehát kikapcsolod az embereket és néz neki kapcsolva, mm. vagy be is kapcsolod őket valamibe. Jó, ja, játszanak valami veled, mondjuk? Az, az vagy nem, nem csak azt, hanem gondol síkon. Tehát, mm -hmm. Azért a filmnézés is, hogyha nézel egy ilyen totál szar valamit, lövöldözős filmet, aminek se se vége, csak úgy nézed, mert robbanik, mm -hmm. vagy pedig nézel valami olyan filmet, amivel kapsz valami plusz töltetet. Mm -hmm. A között is van különbség, és mondjuk, hogyha én folyamatosan játszom, uh -huh. persze direkt olyan játékokat válogatunk, amik, amik tényleg a legütősebbek, vagy 80%-a van, amik direkt nem túl ütős, de, de hogy, hogy azért komoly filmélményeket lehet megélni a játék kapcsán. Aha. De hogy. Tehát azért mégis, hogyha az ember eltűnik hetekre, mert mondjuk a Skyrim-et végigviszi, akkor ott úgy nagyjából megszűnik az élet, nem? Tehát akkor szarvas kell. Próbálom, fekszel. próbálom, próbálok védekezni minden létező pajzsal az ellen, amit mondasz, mert nyilván, nyilván, nem azt mondom, hogy nincs, 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 benne valami, mert, mert értem azt, hogy, hogy te úgy érzed, hogy ezek ezt egy olyan fajta öm, dolgot, ami arra magatartásra készíti az embereket, egy jó dolog így eltűni a barlangba. Nem tudom, mindenkinek megvan a hülyesége. Én azt gondolom. Nekem vannak barátaim, akik eltűnnek két hétre horgászni. Uh -huh. Vagy De egy az, hétre elmennek vadászni. Én, az, hát az, az, az nekik jobb. lehet, hogy jó, a családjuknak annyira nem. De most én nem, ez most csak a személyről beszélek. Ér, értem, értem, mit mondasz. Az, 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 egy másik téma, az Aj, megint csak az yeah. megint egy komoly történet. Tehát én azért a család, tehát ez is mondtam, hogy én nem tudok ezzel foglalkozni, tehát én, én szó nélkül és nyugodtan jöhet kifli donét, bármi, és ezt elmondtam a nézőknek, és én ezt csak akkor tudom csinálni, hogyha ha tehát én gyakorlatilag a hobbimból csináltam ö, üzletet, uh -huh. mert azzal szeretnék foglalkozni, amit igazán nagyon szeretek, de ezt csak akkor tudom csinálni, hogyha ebbe támogatnak. meg különben én sajnos nem tudok játszani, hogy ott van a család, azt apa ezért eltűnik négy órára. Így van indokod, Tehát ez csak hogy csak, Igen, csak addig, és csak úgy működik, hogyha ez, ez így támogatást nyer. Mert különben... Ö, bármennyire is imádom csinálni, nem tehetem meg sajnos. Világos. De, és de a, a horgászás, meg az, hogyha kimész a természetbe, Igen. annak ugye van a poén, hogy sokkal jobb a felbontása, Igen. és sokkal több mindent kapsz az alatt az idő alatt, ha elsőre nem is érzed, mert te folyamatosan arra gondolsz, hogy visszamennék a géphez, és már végigvinném azt a pályát. Öhm, egyszerűen a, a lélek épüléséhez kell az, hogy kint legyél. Persze, persze, nyilván, nyilván, én sem ezt mondom. Én csak azt mondom, hogy nem, nem feltétlenül kell azt érezned, hogy ezzel rosszat teszel, mert ez is egy hobbi, egy kikapcsolódási forma, ami lehet, hogy nem a legegészségesebb lege, leg, fajta, de azért lássuk be, hogyha az átlagembernek egészségtelen mennyiségű játékra nincs ideje. Amúgy sem. Igen. Mellettem, tehát még én is, is kéne, bízom, hogy, hogy megpróbálom reklámozni azt, hogy oké, okay, akkor viszont most menjünk ki, meg uh -huh. látok olyan streamereket is, akik ugye arról is beszélnek, hogy ki kell menni, uh -huh. sportolnak, meg mit tudom én, tehát nem, nem feltétlen az a, az a vonal, ahol, ahol teljesen eltűnünk a szobába. érdekes, hogy benned ez így, nem is az, hogy felmerül, ez nem érdekes, ez normális, de hogy, hogy, ez, hogy, hogy ez így megvan neked a fejedben. Hát Öm, mert, annak jelenti, hogy szeretett csinálni. Hát mert tudom, hogy én is, mikor rácuppanok, akkor azért ott komoly. Tehát akkor a, azt nem mond hiába szórakozom, nagyon jó. Egyébként egy valamire nagyon jó, és ezt ezt Tudom állítani, hogy úgy kapcsolja ki az agyat, az ugye a játék az egy összművészeti alkotás, Igen. ugyanúgy, mint a film. Igen. Sőt, még te is cselekvő része vagy ennek az egésznek. Igen. És mikor én. Tehát azért mondják az embereknek, hogy kiállítása a zenét hallgatni, és a többi, hogy az agynak azokat a részeit is megmozgassa, és sokkal kreatívabb lesz utána. Tehát, hogyha én mondjuk uh, rengeteget írtam már stand-upot, és utána elvonulok játszani, akkor az olyan, mint egy reboot, és megint újra friss minden, és érzem, hogy sokkal jobban jönnek a gondolatok. Tehát igazából ma nem, nem teljes haszontalanság a játék, csak ugye, mint minden, amit túltolnak, az, az nem jó, és, és viszont annyira jó játszani, hogy ö, főleg fiatal korban nagyon bele lehet cuppanni, és ezért érzem csak a veszélyt. Tehát tudom, hogy Aha. ez egy jó dolog alapvetően, és tényleg Szerintem jobb, mint filmet nézni, mert ha olyan a forgatókönyve egy játéknak, és van pár ilyen, amelyik nagyon erős, és még te cselekszel is benne, az sokkal több, mint egy film. Ezzel egyetértek, hogy több, meg tényleg elképesztő élmények fűznek engem is bizonyos játékokhoz, amikről nem is gondoltam. Nagyon sok év után sem Mario. Például már igen, az, az, az első könyve akkor ki, amikor végre, meg, végre sikerült megtalálnia. De, de vannak nagyon-nagyon mély játékok, amikre mondom, mondom 20-25 év gémerés után is meglepődök, hogy, 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 mennyire komoly lett ez a műfaj, és hogy, hogy milyen messzire jutott mondjuk a Máriótól. És hogy milyen szinten veszik komolyan most már egyre több filmes embert látunk megjelenni ugye ilyen vendégszerepben, vagy ugye mint mocap, tehát igen. mint ugye, hogy ők vannak a karakter mögött, akár csak hang, akár maga a színészi játék, és most már azért tartott a dolog, hogy át is jön a játék, nem csak a hanggal való Aha. játék. És azért igen, elég komoly, én is azt gondolom, nézd ezt az oldalát, hogy legalább megismerted egy csomó emberrel nagyon sok címet, ami sokszor kimarad. Én nem tudom, én mindig azzal vigasztaltam magam, és ezt már sokszor mondtam a nézőknek, hogy van sok ember, aki szeret videójátékkal játszani, és az, aki tud videójátékkal játszani, mert van rá lehetősége, meg ideje, az nincs olyan sok. De nem akarnának kimaradni. Ugye sok mindenki családos ember lesz, munka, stb. Hát egy karitatív tevékenység. Gyakorlatilag ér. igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy, hogy ugye régen nagyon szerette. És, és éjjel nappal, de hát. már nincs ideje, és ezzel én nem az idejét veszem el, mert általában csak háttérzaj vagyok a legtöbb hát. családban, de legalább mindig képben vannak ó, hmm. vágod, hogy megjelent ez, aha, láttam, tudom, miről szól, láttam már, hogy mi van, mert bekukkantott, tudod? És, De tehát mert... én nem azt akartam mondani ezzel az egészen, hogy ez, ez nagyon káros, csak tudom, hogy tudom. van egy ilyen, azért ott egy ilyen háttér dolog, hogy tudom magamat, mikor mint hogy benne volt abban a reklámban is, hogy ez a nagyon mélyen, igen. tehát azt azért volt honnan merítenem azt a karaktert. Ah, nem ke szóval nem kellett ez, messze ez, nyúljak ez, 5 ez 5 a kezembe. os reklámot ki 576 56 kilóval? Azt, azt hiszem, reklámot? igen, igen. Nem, a... nem, nem, 50. Ez, ez, ez Másik egy nem, 56, ez egyáltalán nem 56, csak vagy? ők berakták magukat oda. Jó, ja, igen. Ez Xbox ja, Game Pass reklám volt. Aha. Csak mindenki azt hiszi, hogy 576, és engem az 576 meg se kérdezett, hogy berakhatják-e a logot, mert én velük nem írtam alá semmilyen papírt. Világos, de akkor az a hogy hogy itt itt, it belülről jött ez a karakter. Hát persze, az összes karakter, mert én ráadásul minden evő vagyok, tehát mindenféle játékot szeretek, nem is tudom, hogy mi az, ami talán az ilyen nagyon logikai, uh -huh. ilyen tetris-szerű azokat nem annyira... Véletlen... Véletlen, lenne, hogy most már nincs összet <laughs> nem is akarom. Ja, tényleg, lehet. már nincsen, már Play Store, nincs. ugye? Yeah, Play Store, más nevük van most. Már más nevük van. Tényleg. Uh -huh. Most, most nem már életlen. nincs. Szóval nagyon megkarag őket nagyon Pár barátom oda ment. De tehát ezek mind, mind valós karakterek. Tehát tényleg lételemem volt mindig is a játék és, és, nagyon, és, és így, hogy, hogy meg tudom osztani, mert én mindig is úgy szerettem számítógépezni is, hogy ott voltunk többen a haver számítógépénél és akkor együtt oldottuk meg a feladatokat. És ez meg, hogy ugye itt van a cset, és ennyi jófej emberrel együtt játszhatok, ez meg egy áldás, de ugyanakkor meg életveszélyes a családra, meg mindenkire. Tehát, én. hogy nagyon. De amúgy, de, de akkor élvezed? ha persze. Ah, igen. Ne, 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 nekem is volt nagyon sokszor, és ez, egy, és ez egy nagyon fasz dolog, mert akkor nem így alakult volna az élet. De nekem is eszembe jött mondjuk egy két évben egyszer, hogy sem úgy kicsivel hamarabb jött volna ez kicsivel hamarabb neked. Mondjuk nekem, igen. De te, te annál hamarabb már nem lehet kezdeni, mint ahogy ti kezdtétek. De, de... de... de lehetett Jókor, hát vol... Jókor kezdtük, Mi... de mondjuk Akkor kezdtük. még nem is volt számítógép, hogyha meg visszamegyünk egy kicsit. Nem, de hogy nem volt. Hát kezdtük volna, Nikari a YouTube, igen. Hát kezdtük volna, mit tudom én, egy Há. három évvel hamarabb. Vagy négye. Hát lehet, hogy igen, korábban kezdtem volna. Ak 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 az akkor akkor is. tudod, akkor, akkor még több éved lett volna egy kicsit így a, a barlangban. De egyébként én, én már ezzel kacérkodtam ezzel a gondolattal. Tehát először tényleg az volt, hogy néztem, hogy na játszanak a YouTube-on, hát ez hmm. nagy dolog. Zé, de, de utána meg, tehát egy jó ideig, mint ahogy a stand up-pal is húztam nagyon sokáig, és rettegtem tőle. Tehát én nem akartam stand upos lenni, mert most milyen az, hogy kiállok egy dobogóra, és van egy jó viccem, ezt hallgassátok meg, tehát ő kirázott a hideg, hogy ugye, tehát úgy állsz már oda föl, hogy te humoros vagy. Ez megy fel, igen, igen, Azt, igen azt mindenki róla, hogy nagyon vicces igen, gyerek Igen, mert és, és azért magamról is ezt feltételezem, mert hogy odaálltam, igen. és ez olyan nagyon visszás volt, és ettől rettegtem ettől az egésztől, de aztán az élet úgy hozta, hogy muszáj volt ebbe belemenni, és aztán Elkezdtem mesélni, ez is egy kicsit ilyen, hogy, hogy Án, most menjek én oda játszani, miért nem magába játszik a hülye gyerek, meg miért mi, mi kezdjek el. És, és emlékszem, hogy az első stream az szinte véletlenül indult el, mert ott raktuk össze, nézegettük a Twitch-et, és akkor mondja a haver, hogy már néznek pár százan. Mi van. <laughs> Tehát, hogy, hogy, de ettől a, és ezt mindenkinek tudom tanácsolni, életmód tanácsadás, vagy életút, hogy amitől nagyon félsz, de úgy érzed, hogy azt jó lenne csinálnod, csak nagyon félsz tőle, az biztos, hogy működik. Az igazán félelmetes dolgokba beleugrani, az majdnem mindig utána jön az ajándék, aztán utána megint nehéz folytatni azt az utat, de, de megéri kipróbálni. Ezzel nagyon egyet tudok érteni, mert én is, én is úgy gondolom, hogy, hogy valójában nagyon sok embernél nem nem az, nem az szabgátat annak, hogy valamiben mondjuk jó legyen, vagy valamit ö, viszonylag sikeresen tudjon csinálni, hogy nem mer belevágni. Van, aki ott is megáll. A, a félelem visszatartja. De sokan meg megélik a, a, jó részét, és utána a kitartás marad el, amit utána megkíván ez a dolog, mert hát látod te is, hogy azért nem úgy van, hogy... Hát amikor belecsöppentem, de én azt, az a baj, hogy én nem is tudtam, hogy ez, ezek nagy számok, amik néztek. Tehát az, hogy ezren néztek, azt én nem tudtam, hogy az egy az ilyen... nagy szám. különleges dolog, mert hogy a, YouTube csatornákhoz képest, ugye az Nudli, de itt meg, itt meg hatalmas szám. Csak én az elején azt sem tudtam, mi az a réd, meg hogy jöttek, meg donételtek, meg így, tehát semmit nem tudtam, csak láttam ott a csetfalat, és próbáltam feldolgozni, hogy mi folyik. És aztán utólag uh, már egy, egy hónap múlva rendeződtek ezek a dolgok, hogy mi az a csír, hipervonat, meg ezek a fasságok, amik azt sem értettem, hogy miért dobálnak be csírt, tehát mire ez összeállt, ez a kép, az egy idő volt. Uh, de utána tényleg megtörtént a nagy boom, és aztán visszaállt egy olyan szintre, nek szerintem most, tehát engem azért inkább az idősebb korosztály nézeget, és az látszik, hogy most ők dolgoznak, tehát nincsen lezárva a félvilág, tehát a nézőszám ilyen szempontból máskodott de most tényleg azon vagyunk, hogy újból felépülni, illetve most már azt érzem, hogy hogy most már van műsorter, most már van háttértudás a technikai részekhez, most már úgy vannak válogatva a játékok, hogy tényleg azokat a, a címeket toljuk, amik úgy nagyon, meg, meg most még mindig körvonalazódik igazából, hogy az én csatornám az milyen, és most csak a gamer részről beszélek, hogy pontosan mi az igazi, amit én, úgy játszani szeretnék, mert nagyon szeretem a sztori játékokat, mert ott beleélem magam a karakterekbe, és akkor ott mehet a színészkedés, de nagyon szeretem a focit is, ugye ott néha jön a rage, az, az, az egy folyamatos uh, tanuló amire hát nem vagyok büszke, de föl kell vállaljam, mert az helyzet, én csak úgy tudok játszani, hogy véresen komolyan veszem a játékot. Tehát én nem tudok úgy játszani, hogy nem baj, akkor én. Izé az a lényeg, hogy játszunk. Nem, nem a versengés a fontos, hanem nem. Én ezt így nem tudom csinálni. Ugye szokták mondani azt, hogy, hogy nem is az a, nem a versengés a fontos, hanem. Hát, ugye csak a részvétel a fontos, meg hogy így, így és ö, Igen. nekem ez átalakul egy, egy így, így, csatatérré, és onnantól kezdve véresen komolyan veszem, és a fociban is talán ez a baj, hogy, ö, <laughs> hogy itt csúnya dolgok történnek. Ezért szigorúan 18 pluszos minden egyes FIFA közvetítés, de ugye én az ördög heréjének hívom ezt a dolgot, mikor elkezd jönni a vörösköd, és folyamatosan birkózom vele, és nekem már ez egy ilyen gyakorlatilag a saját személyiségemet próbálom meghekkelni, illetve nem is a személyiségemet, hanem ugye az önuralmamat erősíteni azzal, hogy azért is megpróbálom visszafolytani. És akkor van, amikor elszabadul, van, amikor sikerül visszafogni, de az lenne a célom, hogy egy ilyen Molnár Gabó teljes higgat nyugalommal tudjak játszani. Nem hiszem, a, hogy ez be fog következni Nem, egyébként. nem valószínű, de hogy legalább ne legyek ilyen iszonyatosan trágár. Nézd, annak is megvannak a kedvelői, akik szeretik látni, mert ugye ez egy humor, egy típus humor. Hát, de ebben teljesen igazuk van, akik nem szeretik, mert ők gyakorlatilag amíg még humorosan trágár az Tehát ha rámegyünk a trágárkodásra, ugye te is nem, e nem, én nem szoktam. És igen. igen. ennek két verziója van. Az, az egyik a, a hétköznapi beszéd folyamatos szennyezése. Igen. Amikor valaki mindenben ott van a geci, ez geci, az geci, az is gyakorlatilag igen. tesszor -sí izé, Tehát ez, és akkor van az, amikor az ember dühös, és az kihozza a és van, amikor ugye jó kedvű és azt hozza ki, de hogy nem a folyamatos mm. trágásság Van, hanem? néha eldúrannak ezek a petárdák. Az a baj, hogy a FIFA-ba egyszer Eldúrnak nem tudom abba hagyni, mert annyira fölidegesít. És én nekem, én nagyon szeretek káromkodni, azt pont nem, igen. tehát Istent azt ugye nem szidom, és ezt nem tudom, hogy az adásban beszéltük. Ezt az adásban vagy... beszéltem igen. Akkor azt nem kezdem el még egyszer, de hogy um... Viszont a drágárkodni meg nagyon szeretek, mert a magyar nyelv az valami elképesztően szépen. Az biztos. Ö, és körmönfontan és, és gyönyörűen, nagyon hosszan lehet drágárul beszélni. Nem helyes, nem szép, de pont azért én azt csinálom, hogy a, ha színházban ilyen történt, hát egyrészt ha olyan karaktert játszok el, akkor ott elkerülhetetlen. De alapvetően ezért van egy rezső, vagy van egy doktor Mogács, amikor ezt az énemet, ki tudom adni. Értem. És az nagyon fontos, hogy tehát ha az ember sok ember elé kerül, és, és sokaknak oszthatja az igét, akkor ott azért fontos, hogy, hogy, hogy ezt nem szabad igazából kiereszteni egy az egybe. Tehát most arról beszélek, hogy a Rezső az egy olyan süttyó karakter, hogy senki nem akar Rezső lenni. Értem. Doktor Mogács senki nem szeretne, lenni. pontosan tudják, hogy ők a bunkók, röhögünk rajta, iszonyú proli, elképesztő gusztustalan izé, de, de nem példakép. Mm. Viszont azok a streamerek, akik iszonyú mocskosan beszélnek, folyamatosan, és nem csak dűből vagy érzelemből, hanem folyamatosan, és sokan nézik őket, ők gyakorlatilag példaképek azoknak a értem. srácoknak. értem. És azok a srácok is akkor simán geciznek az utcán, mert azt látták, hogy a Kovács Petike az mondjuk így nyomja, és hogy mennyire laza. És így a te saját egyéniségeddel reklámozod a, a gecizést. Uh -huh. És ez, ez szerintem már nem jó. Megértem egyébként, persze. Um, igazából... Nyilván az a része, amikor, amikor azt mondod, tudod, hogy mondjuk fifázol, és tudod, így, amikor nagyon kiengeded magadból a dolgokat. Tehát amikor én, én, például, én például, úgy vagyok. Ja, bocsánat, fel, én, hogy... nem akarok szabadba várni, csak, bocsánat. azt akartam elmondani, hogy a fifázásnál az, azt nem szeretik a nézők, és ebben egyet értek velük, amikor érződik, hogy gyűlölöm az egészet. Ezt akartam pont mondani, igen, hogy ameddig, ameddig, ameddig dühös vagy, és tudod, elcsattannak dolgok, addig nevetnek az emberek azon, hogy te szívsz a játékba, és még mérges is vagy. De az biztos, hogy nekem máshol vannak a határvonalaim, de nincsen ezzel semmi gond. Az biztos, hogy nálam is az már sok, amikor látom, hogy valaki, tudod, már tényleg tudod, tele van a töke, és már tényleg ideges. Tehát amikor, tudod, az egész más, amikor valaki úgy káromkodik, hogy hogy igen. Na, bassza meg, miért nem jött össze, meg a picsával nem tudom. Vagy úgy, hogy tudod. Ö, ö, már látod, rajta, hogy tiszta idegbeteg, és már valójában nem is akarja csinálni, amit csinál. Igen, de igen. És ott már túl megy a dolog. Igen, igen. Az, na, az, ez, ez szokott bekövetkezni, az és az. Meg az már nem is az inkább ilyen nyomorult az egész. Nekem is, nekik is. Csak de, ilyen... de azt megértem, hogy nem tudsz elvonatkoztatni a, a kompetitív részéről a dolognak. Én nagyon sokszor volt ilyen beszélgetésünk reggeliműsorokban, és mit gondolok a versenyzésről, vagy a versengésről, mint olyan. És ez a a fontos, ez nekem se jött át Igen, meg soha de az életbe. Tehát, akkor minek? Nekem a második az... lettem se jön át. Tehát valaki megnyerte, és mindenki más vesztett. És minek, minek ez a süket dumajom? Most Igen. tényleg. Tehát most elindultál, ennyi évig készültél azért, hogy ne nyerj meg, Igen. meg. Igen. De én, de én mondom, én mindig mondom az embernek, én nagyon rossz példa vagyok mindenre. tehát Nem is próbálok ezzel így... De miért jutni? egyébként jó, te is de nem nem folyamatosan um, van, van én, ez? Én, én egy bizonyos szintig humorasnak gondolom. Jó, persze, van nálam sokkal nem, van, durvább. Van, van az, amikor humoros a káromkodás, ez, ez tudni kell a hogy, Tudni kell, hogy hol érdemes használni, persze nyilvánvalóan én nem vagyok ennek szakértője, de vannak, de tudom, hogy mire gondolsz, amikor az ilyen, tényleg ilyen van szó, mert van, aki tényleg nagyon sok, aki kötőszóként hát van, Igen, tehát amikor, amikor, igazából nincsen semmiféle érzelem, csak mert nincs mögötte, csak nincs tényleg... Nincs és csak, és csak, beszél. Csak megy. Igen, az, az nekem se jön át annyira, én hogy őszintén, meg egy idő után nekem is olyan, olyan, fura. Viszont, viszont nekem, nekem, nekem mindig humoros volt, én nagyon egyszerű gyerek vagyok, tudod, így ebből a szempontból. Tehát olyan dolgokon tudok röhögni tudod, általában augusztustalanságokon, meg... Igen, hát de ezért van a rezső, aki akinek azok a... Hát az, ilyen viccek, hogy, hogy melyik, hogy mi a legelterjedtebb pókfajta Magyarországon. Igen? A faszopók. Na, no, igen, ez... ez... <síns> 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 igen. Hogyan Olyan végtelenül primitív víz, de hogy a rezsővel ezt, ezt de, el adni, És ezt is a csetről hallottam, de rengeteg nagyon rossz viccet mondanak be, de, de ez el... a faszopók, ez nekem teljesen... Ez mindenhol teljesen... megjelenik egyébként, ez a szóvicezés. Ha emlékszel rá, Jani, ez, egy... ez egy, nagyon... De azt most már írtjuk nagyon keményen. Mindenki írtja egy... egy, idő után, mert ideig kurva jó, és <síns> <síns> utána játszott a pokol. Hát nem, a Duma színádban is írt, hogy hát nem mindenki írtja, de, de azért nem szeretjük egyáltalán. Van, képzeld, van egy YouTube csatorna, ha nem ismered, akkor ajánlom. Azt hiszem Dead Jokes a címe. hogy mm. a favic, mint olyan, az így lenne külföldi És ott az a lényeg, hogy hogy mindig két ember van a videóban, rövid videók, egymással szemben ülnek, és előre megírt ilyen faviceket olvasnak fel egymásnak, és aki nevet, az veszít. Nem Úr, kegyetlen amúgy, mert egy-kettő viszont tudod, így telibe rúg, és Éh. annyira rossz, tehát, hogy, hogy már tényleg nem bír a jó egyébként. De tök a... jó, az egy nagyon jó ötlet, a... meg, meg, egy jó csatorna. Én úgy voltam mindig a humorral egyébként, és mondom még egyszer, nagyon szeretem a stand hogy nem szerettem ezt a nagyon elitista hozzáállást, tudod, a humorhoz. Mikor mondják, hogy ó, oh, hát az csak, tudod, az a csávó csak csúnya Blue, beszél. azt mondja az angol, blue, blue. humor. Igen, igen. A... Hogy, hogy, tudod, ez a... Nem, tehát én mindig úgy voltam, hogy ami megnevetett, a szomor. És akkor, hogyha én. én ilyen vagyok, az az én hibám. Tudod, hogy, hogy én ezen a mocskos humoron tudok röhögni. Ez van, nem tudom, mit csinálni. Nekem ez elég. Szerintem is az, az brüdérje, hogyha... De van olyan, aki direkt nem csinálja. De mindegy. Tehát szerintem vannak olyan emberek, akik direkt nem röhögnek azon, mert hogy az, ezek a seggyúk szájúak, ezt szoktam igen, mondani. igen, igen, igen. Ma... Ö... Amikor csak azért nem röhög, mert neki már előítélete van ezzel az egésszel kapcsolatban. Igen, csak azt mondd meg nekem, hogy, tehát, hogy hogy, hogy hogy tudod ezt elérni? Mert én is látom ezt, amit mondasz. Hogy tudsz annyira meggyőződni arról, hogy imádod a saját fényszagodat, hogy nem nevetsz azon, amin lehet, hogy tavaly nevettél volna? Hogy hogy, hogy, hogy jutsz el idáig? Hogy tudod, annyira kimossa az agyad valami? Vagy annyira meggyőződsz magadról? Értem, mit mondok? Hát az ilyen. Ö céges bulik mondjuk a legjobb tanulópénz, hogy ezeket is megtörni. Uh -huh. Addig ütöm, oh, yes. <laughs> ameddig el nem kezd nevetni. Most volt egy falunap, nem is falunap, volt avattak egy, egy műfházat, és ott, ott volt egy csávó, kiült az első sorban, és a mobilját nézegette, szemüveggel is, még ilyen kellékekkel, meg még így papír, és már az elejétől kezdve, is muszáj volt megállítsam, hogy álljunk már meg, hogy mit csinál, mi, hogy mi, Jó, hogy így Persze, hogy, itt ül, megtisztel azzal, hogy olvassa a mobilját, miközben elkezdtem egy előadást, és akkor mondta, hogy ő az, elő, az életrajzomat nézi meg. Mi az fassa. hogy beülsz az első sorba, az életrajzomat nézegeted. És akkor hát ott kapott egy osztást, Sztabban. Láthatóan nem emelte nem fel onnan a tekintetét a telefontól, de a, az utolsó harmadában az előadásnak elkezdett már röhögni, nem bírta tartani, és a végén tapsolt nagyon lelkesen. És az ilyen uh, dolgokat átfordítani, tehát az, az eleve gyűlölet terülnek be. Uh -huh. Ö, meg vannak azok, akik úgy jönnek az előadásra, hogy gyakorlatilag négyszer annyiért is megvette volna a jegyet, de most sajnos csak ennyibe került. Ezért vette a haverjainak is, és látszik, hogy mindenki rajta nevet, és akkor úgy néz, mint a, a laptop mögül a titkárnője seggét, hogy na, gyerünk, nevettes, meg pöcsömötse, akkós a mm -hmm. ha megrohadsz, és ezeket az embereket ö, átfordítani, vagy az olyan teljes apátiában úszó közönségeket megfordítani, azok mindig nagyon nagy győzelmek. De ez, ez, ez kihívás, nem? Hát Te... ez az. Jó, persze nem elején, mindig sikerül, gondolom, de... Hát olyan hat év után, most már elmondhatom azt, hogy hogy tényleg nagyon ritka, amikor nem. Uh -huh. de, de rá is állsz és általában az nem a, az előadó hibája, hanem a helyszín. Tehát, hogyha úgy van berendezve, hogy tőlem van olyan, hogy elalakul a terem, és csak úgy tudok kinézni oda, hogy hogy nem látom a felét a nézőknek, meg nem hallanak, meg izját, akkor ott nem tudsz mit csinálni. De úgy alapvetően ez már működik. Amíg az ember kezdő, stand és nincsen annyi anyaga, meg annyi rutinja, meg magabiztossága, akkor ezek ilyen borzalmas szégyen teljes bukták. Tehát, Igen, egyszer láttam egy ilyet, az egyik ismerete is, melyik stand volt neki, vagy céges bulira, amire részt, ami részt vettem. Melyik? Az egyik kollega, nem feltétlenül szeretném őt bántani ezzel most, mert nyilván mindenkinek megvannak az időszakai. Igen. És tudod, így, 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 ment a cucc, és így... Én nem úgy szerettem őt, tehát hogy így meg volt meg én izgatott hát. is voltam, hogy jöjjön. És így nem tudom, valahogy tudod, nem volt meg az energia a szobában. Mert amúgy, amit mondott, az nem volt baj, mert hallottam Igen. már. És akkor emberek voltak, hogy így. Ez ki, meg mikor jön az ingyen víz, ki tudod, mert azt Há mondták, persze. hogy lesz. <laughs> És tudod, szegény úgy élte ezt, meg láttam rajta, hogy így hogy így hűha, és, és az, az úgy, úgy rossz volt, sajnos ele is lépett egyből, miután vége lett a műsorra, pedig úgy oda akartam menni mondani, e. hogy amúgy szerintem fasz volt, csak hogy itt mindenki hülye. De. Egyébként sokan jönnek oda hozzád hasonló jó lelkű emberek, akik utána támogatnak egy ilyen előadás után, figyelj, ez tök szar volt, és nagyon ciki, hogy ilyen volt a közönség, mert már mint, hogy tök jó volt, amit Igen, én mondtam, csak, csak, -hmm. csak hogy a... Igen, mert van ilyen, mert és... van ilyen. Van olyan, amikor nagyon nehéz ö, ö, áttörni, meg hát ezek az emberek igazából nem is lehet hibáztatni őket, mert nem az én előadásomra jöttek, hanem csajozni, inni, inni igen. bulizni, és most ott van egy fasz, akit még végig kell hallgatni. Szóval, igen, ez me megértem ezt a részét, igen. igen. Ez az arcalag felé, hogy Sanyi bácsi mondja. Igen, igen. ha rossz a társaság, akkor, akkor így neki kell esni, de, de tényleg szép feladat ezeket a semmiből ha Meg elhiszem, hogy egy győzelem. Mert azért, na, azért, igen, azért igen, is, azért is megnevethetjük őket, igen. Nem tudom, én, 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 mondom, voltam pár élő előadáson is, van egy, vannak emberek, akiknek tudod, egyszerűen nem megy ez. Mármint nem úgy értem, hogy a stand a nézői oldalon. Tudod, van ez, mindig én. azt jut ez tudod, ez a, mindenki röhög, be van szarva, és akkor ül ott, tudod, a nagy karotnyát, és akkor ugye a végén mondja, hogy hát, Szerintem annyira nem volt vicces. Tudod Igen. úgy, mindenki nevetett. Erre tudom így eszembe mindig. Múltkor láttam egy ilyen mémet, amikor tudod így a, a, a dagat e, ember, aki egész nap a tévé előtt ült, tudod, tipikus emberről egy kép, tudod, hogy ott ül és ilyen hóddagadta, nyomkodja a, nyom, a tábrányit, és nézze a szépségversenyt, és akkor tudod a, a győztes, a number one lányról a kép, és így Ja, Szerintem az nagy meg... az orra, Tudod, vagy valamilyen szart, <laughs> igen, lökérted, hogy valami ilyen szart így hogy így mi a fasz, tehát hogy lehet, hogy nem neked szól ez a műsor. Tehát mindig ezt az eszembe, hogy, hogy csak azért sem. Igen, igen. Hát vannak vannak ilyenek, de hozzáteszem, hogy nagyon sok mindentől függ a közönség állapota. Igen. Például, ha kevesen vannak, akkor nem mernek olyan hangosan nevetni. Uh -huh. Azért is rossz, hogyha mondjuk egy ilyen félházas előadás van, mert akkor már nem akkor olyan negyedül vagy. Akkor, hogyha... Frontok például. Tehát, hogyha van ilyen front, ami megnyomja az egész. Azt brigádot, azt? Én gyanakszom, hogy van olyan, amikor akkor sokkal tompább az egész, minden olyan lassan esik le, meg olyan nehézkesen. Wow, a ezt nem gondoltam volna, hogy ezt így, egy, ez is akkor érződik. Van szerintem a, a péntek, szombat, és akkor van a vasárnapi közönség, akik igazából megvetik a jegyet, de már mindenki a hétfőre koncentrál. Aha. Most már azért, hogy mit kell még megvegyek, stb. Tehát van, amikor, én is akkor van, a, ami, ami, meg egy olyan fergetek közönség, hogy már teljesen zavarba, hogy most nem is mondtam poént, azt csapkodják a térdüket már ezen. Van az is. Sőt, van az a közönség, ami a túl röhögi. Általában részegeknél szokott lenni, hogy, hogy mondod, és csapkodja a térdét. Mondom, az meg még nem mondtam el, állj már le, mi, mi a... Úgyhogy sokfajta van. Hát meg a teremenergia szokott még ilyeneket csinálni, tudod, amikor már tudod, egy fél órája mindenki röhög, és hogy visz igen, minden, igen, és már igen, azt igen, tudom, mikor van a poén, csak igen. szület van, akkor őknek. Igen, szóval hát érdekes, ez is hosszú idő, még az ember kitapasztalja. Nagyon élveztem ezeket a, 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 a Duma színháznak, tudod, így ezt a azt az időszakát, amikor indult, és a többi még emlékszem azokra. Én tényleg mondhatom azt, hogy a rajongója vagyok a műfajnak is, egyébként nem csak Magyarországon, és úgy örültem neki, mikor itthon is így lett. Tudod? Tehát még emlékszem, hogy uh, Fatára, tudod, nézegetük annak idén a 80-as évekből, tudod, Eddie Murphynek, tudod, az estjeit, meg Richard Pryornak az estjeit, és így be mondtunk, szarra, Júristen, hogy úristen, hogy ezek ilyen humoristák, de ezek miért bénáznak a filmekbe, tudod? <laughs> um, és úgy örültem neki, mikor itthon így kialakult ez a rendszer, és így elkezdődött, még, um, Um, amikor Fábris annyi bácsi elkezdte, ugye, ennek azért, uh, tehát hogy ő megtolta, úgymond, ennek a, a dolgait. Emlékszem, hogy még annak idején voltak azok a, azok az idők, amikor még pont a Fábrisóval, uh, tudod, badárék átmentek igen, a Godóba, igen, igen, még igen, igen. ugyanabban a hülye vasutás vagy mi a franc, voltak rendőr cuzzban, és ott tolták tovább, meg minden, és így a hangulat az durva volt nagyon, ami akkor élt. Én az a hülye vagyok amúgy, aki megveszi a lemezen. Igen. Aha mindenkinek az ilyen ö, estjét, amit kiadtak. Aha. Ha valaha kiadott a Duma Színház én blu ray tudod, a, 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 ilyen este, én ezt mindig megvettem. Az jó. Hogy legyen meg. Mert én, én úgy szerettem az ezeket. is, vagy hozzak egyet. Me, ne, 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 megvan mindegyik. Tényleg Mind. a Doktor Mogácsos? mondom, amit a Duma Színház kiadott, most az a baj, Aha. hogy azért nem egy volt. Nem, uh, nem én, én megvettem mindet. Aha. Um, az jó, nem én... gondoltuk, hogy valaki veszi. Mert én gondoltam, fog. hogy nem gondoljátok. Igen. Egyébként, de higgyétek el, hogy van. És az is például tök, tök, érdekes volt, és az is mindig mondom a közönségnek, amikor kérdezik, hogy mert tökömnek veszek lemezeket. ezeket. Az is például ott van az a rövid film, tudod, a Duma Színház története, vagy nem is tudom, mindegyik lemezre rákerült. az is például tök jó volt megnézni, és az nekem egy ilyen plusz tartalom volt, igen, adott, igen, hogy így igen. a tököm. És tudod, sok mindenki megszólal benne. Igen. innen, ezek jó időszakok voltak, én örültem. Hát az, az, jó volt, én pont az elejéről maradtam le, uh -huh. egy évvel később csatlakoztam én. Uh -huh akkor már volt ilyen félőrült. Igazából úgy mentünk oda, hogy egy színházi előadással nem is tudtuk, hogy mi az a stand-up. Tehát gyakorlatilag mi oda mentünk egy előadás részlettel, a Duma színházban lett szervezte az akkori vezetőnk, és akkor ott ültünk, és konferált föl a Litkai Gergő, és már a hogy az nem eddig konferálsz már. Ja, Csak mert ő, nem tudtátok, ő, hogy stand-up volt. Hogy értem értem de milyen jól érzi magát ott a csávó, már 20 percen Meg. Szóval körülbelül közük volt hozzá. Mi? És akkor láttuk, hogy amúgy tök jó konferál, mert nagyon szellemes, csak hát már mennénk föl. És akkor onnan ö, ö, jött ez az egész, és akkor tetszett a Gergőnek, akkor mondta, hogy próbáljam meg, na onnantól kezdve egy évig, á, ah, nem kéne, csak annyira gyatra volt a keretet, hogy muszáj volt elmenjek, hogy akkor Mm -hmm. Vagy most vagy elmegyek megint vissza a raktárosnak, meg egyéb ilyen szuper munkáim voltak, vagy ingatlanozok, vagy izé, vagy maradok a színpadon, és akkor ez vit rá. De azt nem bántad meg, nem? Az egy, ez egy, hálás Az fő. életem legszebb napja volt gyakorlatilag. Tényleg? Igen, mert ott, ott végtelen nagy volt a rettegés, tehát az egész, nem is emlékszem, hogy mit mondtam. Tehát fölálltam a színpadra, egy ilyen isteni fény, és ott tehát, tudom, hogy mit írtam meg, és azt el is mondtam, de hogy ott mire, hogyan, csak azt, el, hogy mindenki röhögött, a litka is jött utána, hogy könnyesre sírta a stb., és mondom, mi, ennyi volt. És akkor egyből föl is vettek, pedig általában ugye el kell menni félörült fesztiválra több évig, vagy több előadásig, mire fölvesznek, meg kiképzed magad. És ott egyből bekerültem, és onnantól kezdve tagja lettem a társulatnak, persze utána jött megint a céges bulik, tudod, azzal a rutinna, hogy volt negyed órám, amit megírtam, azt ott kellemetlen bukások voltak, de ez azért volt nagy dolog, mert tetszett az embereknek, bevállaltam, és, és végül sikerült. Szerintem a bukás az része, főleg egy ilyen fajnak. Hát nagyon. Ez, hát én... de ennél szerintem egyébként őszintén a stand-upnál így hogy is mondjam, durvább ilyen emberpróba nem nagyon van. Most kiállsz egyedül, semmi nincs. Egy kurva gitár nincs nálad. Még akkor is jobb, hogyha van nálad, ha nem tudsz gitározni. Legalább leütsz vele valakit, vagy valami tudsz vele csinálni. Menekül. Nem. Ott állsz egyedül, és akkor csak az van, amit tudsz mondani, meg a fejed, ami úgy néz ki, ahogy szerinted kívül. Igen. És igazából, a, hát ha fényezhetném a szakmámat, mert... Fényesök. Azt hiszem, ezt is a Gergő mondta, de jöttek hozzánk külföldi Stand és ők mondták, hogy a statisztikák szerint sokkal kevesebb sikeres stand-upos van, mint sikeres sebész az egész világon. Ez, ezt, ezt, ezt szokták mondani egyébként a, a külföldi stand is, és amúgy Igen. tényleg így van. Szóval tényleg nagyon nehéz, és ami a színházhoz képest is nehéz benne, hogy a színházban ott ugye mindig kapaszkodhatsz valakiben. Rossz volt a társam, én rossz voltam, de nem látszottam. rendező elcseszte az egészet, tehát nem egyedül buksz. Itt meg nem az, hogy egyedül buksz, hanem gyakorlatilag mondatokként mennybe mész, vagy buksz, vagy nem történik semmi, de aztán még rosszabb. Tehát, de hogy... a végére te Égen, Igen, tehát, hogy itt, itt, itt senkire nem mutogathatsz, kiállsz, és, és gyakorlatilag azt csinálnak veled, amit akarnak. Igen, bár próbálkoznak. Tudod, miért, 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 az elétettél be, miért az raktál be, egy ilyen csávótál jó, hogy nem röhögött senki, tudod, szokták... az... Hát van, aki tudod, panaszkodik a, a, tudod, a, a set listára, hogy ki, melyik humorista kit követ, tudod, a színpadon, ja, ja, ja. Vagy ilyenek. Nem dolgoztál hát, meg a közönséget. Hát ugye van a felszopó, aki... aki a, tehát nálunk úgy van, hogy például az Osztár előadáson ott mindig forog, négy ember van, de hogy ki van elől, az tök Aha. random, de az első mégiscsak a felszopó mert addig még esznek a nézők, addig még úgy beültek, még nem figyelnek oda. Tehát az elég kellemetlen a legelején megtörni a közönséget. Mire elfogy akarja, mire odafigyelnek, addigra pont lemész a színpadról. Tehát az... Én azt figyeltem meg egyébként ilyen, ilyen több, tehát amikor több humorista van egy este, tudod, hogy ha nagyon elő van valami nagyon nagy bomba, tehát tudod, egy, tehát egy olyan, egy olyan humorista, aki megöli az egész az nem. egész közönséget. És utána jön egy ilyen. Hm, tudod, az hát neki az... nagyon nehéz dolga van. Nem egyszerű. Nem egyszerű. Ö, igen, tehát most általában a friss húsok vannak bent az elején, uh -huh. és akkor utána jönnek a többiek, de a végén sem mindig jó lenni, mert van, hogy annyira jól működik a közönség, hogy kifáradnak a végére. Aha. Tehát hiába vagy jó, már szétrögték az agyukat, és már nem. Persze. Tehát nem árt egy kis felfrissülés, szünet, vagy ilyesmi. Hát, egy nagyon érdekes műfaj, ezt mondom, és mindig olyan csodálattal néztem azokat az embereket, akik tudod, így kimertek állni, mert Mondom, én nem tudom elképzelni. Tehát így mondják azt, hogy mondta te is, hogy, hogy streamelni mennyire durva, tudod, hogy ott a chat, meg minden, meg néznek, oké, okay, de hát, hát élőben azért ez egy sokkal komolyabban megüt ez a dolog, mikor így belenézel az emberek arcába, és azt látod benne, hogy te akarod hogy már innen a parban, ki vagy, te tudod. Hát az nagyon rossz, de hát ez, tehát minden szakmá gyakorlatilag ugyanolyan, mindenkinek van valamiben tehetsége, tehát én például nagyon rossz pilóta lennék, mert utálok repülni, és én attól rettegnék. Lehet, hogy a pilóta meg attól retteg, hogy belenéznek a szemébe, azt gyökér vagy takarodja a színpadról. Ja, igen, mindenki a saját dolgát csinálni. Tehát, hogy én azért nem emelném olyan nagyon piedesztára, de hogy ahhoz képest mindenképp, hogy sokan azt gondolják, hogy oda jönnek, mert a rögnek rajtuk a haverjaik, és akkor hogy már... Nem tudom, manapság, igen, igazad van ebben, hogy mindenkinek megvan nem a saját áltozott. dolga. De manapság annyira központi ö, ö, szerepet tölt be, ezt tudod így a, a párbeszédekben, hogy tudod, hogy egy nagyon sok önbizalomhiányos ember van, tudod, a frusztrációk, a social media, amiket generál, tudod, hogy az embereket így, így tudod, így, így külön csoportokba szorítja, és pontosan emiatt gondolom, hogy egyre ijesztőbb, tudod, ez a, ez a, ez a fellépés dolog az embereknek, tudod, hogy, hogy hogyan vagy megítélve, hogy ítélnek hát, meg. Igen. Az emberek attól kiakadnak, hogy egy fényképen ott vannak a háttérben, és pont nem úgy mosolyognak, ahogy szerintük a legszebbek. Hát Nem meg, ő, itt még az is van ugye, tehát a stand a következő lépcsőfoka, miután vicces vagy, hogy próbáld a te ö, életfilozófiádat átadni a, a nézőknek. És ugye ez az, amivel talán jogosan mondják azt, hogy az amerikai stand jobb, mert itt ezt kevesebben csinálják talán. Kevesebben csinálják, sokkal. De ugye az amerikai stand-up az azért tud ilyen jó lenni, mert egyrészt nagyon régóta folyik ez Így van. egy hatalmas nyelvterületen, tehát ameddig mi itt a kis országunkat végigjárjuk, ő nekik az egy pillanat műve, és mi pedig évente adtuk el, főleg az elején nem is évente, hanem szinte fél évente az anyagokat, és ezek, ezek az anyagok el lettek égetve, már nem használtuk föl, stb. 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 Tehát egy nagyon gyors ciklusban termeltünk mindenféle komolyabb Ilyen óriás teszt kettő uh -huh. körök hiánya kellett anyagokat megírni, és hát valóban öm, alapvetően ez még hiányzik, ez, ez egy ilyen magasabb szintje, amit én mindig. Az a baj, hogy én ezt már az elejétől próbáltam, hogy tartalmat közvetítek, ö, és inkább arra figyeltem, mint hogy mennyire szellemes, vagy mennyire jut ez mindenkihez. Hogy ne csak a, a gondolkodóknak üzenjek, hanem azoknak is, akik kevésbé gondolkodnak, ők is jobban szórakozzanak ezen az egészen. Vagy pont nagyon megbotránkoztató akartam lenni, mert úgy éreztem, hogy ezt így kell átverni, és be is jött bizonyos embereknek, akik ezt értették, hogy ez azért ilyen durva, mások meg elfordultak, hogy én miért vagyok ilyen durva. Például a doktor Mugács karakter, akivel összekevertek, azt hitték, hogy én ilyen vagyok mindig a stand-up színpadon, hogy egy állat, aki szétszívat mindenkit holott nem erről van szó, mert az egy karakter volt, de egy nagy hiba, mondjuk így marketing szempontból, mert... Igen, csak nem, nem foglalkozhatsz mindig azzal, tudod, hogy, hogy univerzálisan elfogadott legyen, amit csinálsz, mert amikor tudod, amikor valami, valami újat akarsz hozni, az, az, az soha nem fog úgy működni, tudod, csettintésre. Igen, de az arányokkal lehet itt foglalkozni, tehát én uh -huh. a, azzal sosem akartam foglalkozni, de, de olyan szempontból meg... Ha meg lehet csinálni, azt úgy is hogy még többen megértsék, és még többen szórakozzanak, akkor az jó. Tehát én afelé ö, próbálok fejlődni mindig, hogy ez ne csak a white-fülűek értsék, hanem mindenki. De ugyanaz a tartalom, ugyanazt mondom el, csak még többen felfogják. Mm -hmm. És hogy látod itthon egyébként ö, a magát a stand-upot? Most én, mint néző, tehát tényleg csak és kizárólag, mint néző, egy ideje úgy látom, hogy, hogy nem fejlődik olyan nagyon gyors ütemben, aztán most így megint van, tudod, a Comedy Central, meg ott ilyen nagy hype van, meg minden, ezek tökre tetszenek egyébként. De hogy te látod a fejlődést benne, és látod a, a jövő képet? Hogy, meg, hát, hogy el, fog, el fog valaha jutni odáig, hogy ilyen, ilyen, ilyen mélyen kulturális dolog lesz, mint akár mondjuk más országokban? Hát most 12-én lesz az előadásom a Corvinon, uh -huh. ö, vegyetek jegyet, már ott van, azon a szinten. E, tényleg azt érzem, de most én az én előadásommal kapcsolatban, egyébként az most megnyerte tavaly előtt a legjobb előadás diát a Duma Színházban. Ez úgy sikerült, hogy ebben van egy elég komoly társadalomkritika, mm. mellett, hogy, hogy nevetnek a nézők. És gyakorlatilag ez volt egyfajta cél, amit kitűztem, és ezt szerintem ebben az előadásban. Természetesen nem száz százalékig természetesen félreértések vannak, nem azt mondom, hogy ez a világ legjobb előadása, mert még bőven lehet fejlődni, de én úgy érzem, hogy tudok szórakoztatni úgy, hogy elmondom, hogy mi a bajom a világgal. Ezt így csinálják azok, akik nagyon-nagyon jók ebben a szakmában. És, és gyakorlatilag azért, most nem akarok neveket mondani, de jó pár kollega is ugyanilyen. Uh -huh mindegyik mindegy kicsit másképpen de szerintem elérte a saját maga csúcsát ami azt jelenti, hogy mindig minden alkalommal egy nagyon jó előadást kapnak az emberek lehet, hogy van amelyik jobb meg van amelyik rosszabb, és ugye mindig egy kicsit fejlődik mindenki, de én nem érzem úgy, hogy bár, vagy most nem mondok neveket, de hogy azok a kollégák akiket én nagyobbra tartok a szakmában azok ugyanúgy tudnak szórakoztatni mindenkit, mint mondjuk Ricky Jr. Uh -huh. Értem. Ugyanannyit fogsz rögni, és ugyanolyan kritikát, vagy ugyanolyan világlátást kapsz meg. Nem érzem, hogy hogy ott akkora különbség lenne, hogy ott, ott így. És ráadásul ott meg egy olyan világ van, ahol sokkal szabadabban lehet beszélni. Most már mondjuk ez a PC-zés, ez ott még jobban betört. Igen. De ennek előtte ott olyan közönség volt, tehát az amerikai közönség az olyan, hogy hey Bob, hi, hello, én Bob vagyok, és már mondja az egész életét, már vissza kell lökni, hogy ne gyere föl a színpadra. Itt Magyarországon ez úgy kezdődött, hogy rászóltál valakire, és gyakorlatilag szívinfarktus kapott a szívbe, <laughs> és megfogyott az egész közönség, mert utána mindenki azt nézte, hogy mi a következő. Tehát azért nagyon nagy kulturális különbségek vannak, vagyis ez a, inkább ez a lazaság, mert ez nem kultúra függő, Ebben dolgozni stand -up azért, ként azért elég nagy élmény, mármint az amerikai... Persze, nyilván ott, ott, ott... Igen, csak ott meg ugye sokkal nagyobb a konkurencia, sokan vannak, Persze, stb. persze. Stb. De, de itt is nagyon sok... most zsűriztünk a Soder Klubba, volt egy ilyen tehetségkutató, mm -hmm. és meg kell mondjam, hogy, hogy én azt hittem, hogy ilyen bénázó emberek lesznek, és majd ott széttrollkodjuk, meg leosztjuk <laughs> őket, de egészen ahhoz képest, hogy kezdők, színpadképes, normális produkciókat nyomtak, sőt kifejezetten szellemesek is voltak közöttük. De ez olyan viszonyú számból jött össze. Jó, hogy rettenetesen sok nagyon ember sokan, Nagyon De sok sokan. De akkor lehet, hogy lesz utánpótlás? Standardban? Hát lesz, biztosan lesz. De tehát nagyon nagy számok jelentkeznek, és nagyon kevesen jutnak át. Tehát gyakorlatilag az egész Magyarországon, aki akart stand foglalkozni, azt szerintem négyszer át lesz szűrve az egész ország, és ennyi van. Uh -huh. Tehát euh, Amerikában sokkal többen vannak, az tény, de hát rengeteg a közönség, meg a nyelvterület. Persze, meg nagyon, nagyon nagy az ország, meg az államok sokszor olyan szinten elválnak egymástól, tudod, ebben a a műfa iránti szeretet tekintetében, hogy van olyan környék, ahol tudod egy bizonyos fajta humort zabálnak, van, ahol meg elhajtanak azzal, tehát hogy igen, ott, igen. ott lehet sok lenni. Magyarország ebből a szempontból igen érdekesebb, de nagyon örülök neki, és ezt is akartam, hogy ezt mondd, hogy, hogy te, te már most úgy gondolod, hogy azért vagytok jó páran, akik már azon a szinten vannak. Szerintem És ez egy jó dolog, mert én is úgy gondolom egyébként, hogy um, az ember elmegy egy ilyen, um, ilyen önálló estre, és, és tényleg, te, tényleg tud szórakozni és, úgy tudsz eljönni, hogy ott fáj az arcod. Igen, és azért is idegesítő, mert ez, ez például ezek az igazi ilyen kultúrsznobok mondják azt, hogy az amerikai stand mennyivel jobb. De ha megnézik, tehát most egymás mellé tennénk egy tök szűz közönséget, senki nem látott semmit, és levetítenek két stand két minőségi stand -upot nem hiszem, hogy ilyen fényévekről beszélhetünk egyáltalán. Tehát... Én, 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 azt nem értem meg, hogy ez a sok kultúrsznob ember, aki ezt mondja, hogy mennyivel jobb. Én is mondom, nyilvánvalóan jobbnak tűnik, tehát van egy ilyen, van egy ilyen hamis érzésed, hogy azért tűnik jobbnak, mert nagyon sok jó van. Mert csak ugye te korszakokat nézel át, tudod, nem az aktuálisokat nézed, stb. Ez az egyik. Meg a show, ahogy meg van csinálva. Nyilván ez a az másik lehet, része. Hogy Sokkal jobb. De én azt nem értem, hogy hogyan élik meg azt sokan jobbnak, mint a magyar, mikor mondjuk van két vagy három csúcs stand amire én biztos vagyok benne, hogy a legnagyobb részét nem is értik a kulturális utalások okán a Igen, igen. Hogy tehát így... ez, ez, azért mondom, hogy ez ilyen kultúrsznopság, tehát ha valaki azért konkrétan, például amiben le vagyunk még maradva szerintem, az az acting out, ahogy szokták mondani, ez a színészi játék a stand-upon belül. Tehát a, az amerikaiak nagyon képzett színpadi emberek. Szerintem ott, otthon már megszületik egy amerikai, már az bármikor levezényel egy falunapot, mert annyira tudnak beszélni. Igen, olyan, ez így, fura ez a show való igen, ő, ők így, így, nagyon nyomják, de, de az ottani stand azok nagyon durván képzik magukat, itt, itthon meg nem. Tehát ebben van egy elmaradás, hogy, hogy nem színpadképesek, hiába vannak nagyon jó poénjaik, nagyon jó gondolataik, nem tudják eljátszani a karaktereket, nem tudják, hogy kell kiállni a színpadra, nem tudnak alapvető testbeszédeket, hogy mondjuk, ha zsebre dugod a kezedet a színpadon, akkor az eleve már olyan a kisugárzásod, hogy már egy kicsit uncsi vagy. Ha nem nézel a nézőkre, csak így lefele össze-vissza, akkor egy pillanat alatt a... Azt mondta a pantomim tanárom, hogy ha fölmész a színpadra, az egy háború. Egyből el kell kezdeni tüzelni a nézőket, mert ahogy tárat cserész, vagy oldalra nézel, visszalőnek. Tehát nem lehet egy pillanatra sem visszalőnek az, hogy leszarnak. A pantomim tanárod? Mhm. Uh -huh. Volt pantomim tanárod? Tehát ez igen. Egy ilyen része az a Hát a szín Színi uh -huh. Akadémiában volt de pantomim hogy ez, ez, is. De és ez, jó, de ez, ez, egy opcionális dolog volt, vagy ezt mindenkinek meg kell tapasztalnia? Hát a színházban van a színművészetén is pantomim. Én ezt nem ő... tudtam, tudod, én vagyok itt a hülye, azért mondom, azért hülye hülyeségeket. Van, tudtam, van, van. van. Én rá is mentem én erre komolyabban. Tehát a pantomim is egy tipikusan olyan műfaj, mint egy, amit, amit teljesen itt Magyarországon kiírtottak szerintem, mert volt egy pár ilyen műsort, tudod, a pantomim, mm -hmm. és ilyen dögunalmas volt, mindenki taperolta az üveget, azt odébb ment, vagy kötelet húzott és odébb ment. Öm, Hol a zseniális pantomim, nem tudom, az Unbelievable Brothers-t ismeritek? Ismerjük. Na hát az egy, az egybe pantomim. Tehát lehet így is pantomimezni, hogy szétrőgöd az agyad, meg lehet, de unalmasan is. Uh -huh. Ö, na mindegy, hát a pantomim az egy fontos mozgáskultúra uh -huh. egyebek. Ö, ott érti el, bocsáss meg, én szakítottalak félbe, hogy ugye a pont, tanárod mondta, hogy a felmész a színpadra az háború, és hogy folyamatosan Igen. tizelni kell. Mert Igen. Mert Tehát, megölnök. hogy ott állandó jelenlétre van szükség, mert nem fognak rá figyelni, és, és kell, vagy hiányos bizonyos embereknek, van, akinek egyébként nincs szüksége, mert olyan, hogy amúgy is. Tehát kőhalmi Zoli az amúgy is egy olyan jelenség, hogy neki erre nincsen szüksége. De van, akinek meg szüksége lenne arra, hogy, de egyébként ő is foglalkozik beszédtechnikával, meg egyebekkel, mm -hmm. hogy, hogy jobb legyen. De például ez, ez egy olyan fontos alap, ami hiányzik nagyon sok magyar stand de persze próbálják pótolni, meg egyebek, de, de ott képzett színészek. Tehát egy, egy stand nem véletlenül lesznek nagyon jó színészek a stand Amerikában, mm -hmm. Mert sokkal érzékenyebb. Tehát, amíg a színész kimegy a színpadra, és el előad egy szomorú szerepet, és ott mondjuk megnyílik, megmutatja magát, hogy milyen, amikor ő zokog, vagy uh -huh. levetkőzik, vagy mit tudom én, akkor, akkor magából építkezve ad valamit a nézőknek, ami egy olyan dolog, amit amúgy rejtenél. Tehát egy ilyen öm, kellemetlen megnyilvánul, a kitárulkozol a legbelsődet kirakod a nézők elé, de egy szerepben, tehát igazából te karcsit játszod, csak magadból uh -huh. építkeze a stand meg akkor igazi, ha teljesen magát kiteszi a nézőknek, de saját magát. Tehát nem karcsit játszott, hanem te magadat adod oda a nézőknek, hogy nézd meg, én ilyen balfasz vagyok, hogy ez uh -huh. ezt vagy azt csinálom. És, és ez még külön a, a, a Színjáték, amikor eljátszik több karaktert, akikkel találkozott a ez, Kézé ez, Bizé, ez okozza azt, hogy hogy azért nagyon fontos, hogy. Tehát, hogyha te eljátszod a, a karaktert, amiről beszélsz, az mindig sokkal jobb, mint ha csak beszélsz róla. Igen, ez igaz egyébként, meg ugye ez része is szokott lenni általában a poénnak. Az biztos, hogy sokan nem tudják, hogy. Egy az, hogy mennyien, mennyien vannak a stand up akik nagyon kritikusak magukkal kapcsolatban, és hogy mennyire rá vannak feszülve arra, hogy egy műsor milyen legyen. Én külföldiektől hallottam, nem egytől, hogy mindegy, mindegyik előadást felveszik. Külön. Azt mi is csináljuk. Azt ilyen. is csináljátok. És hogy tudod, így olyan, olyan, olyan ráfüggés van, hogy, hogy, van, aki még aznap este, tudod, amiben benne van az ital, aki tudja igen. még mi, és akkor haza kerül hajnani egy hogy azok, de jó buli volt, és így leül, és visszahallgatja az egészet, és akkor mondja, hogy itt túl nagy volt a szünet, itt ezt fel, igen. Kell cserélni. És tudod, csak így skiccel kettőt, és volna másképp. Hát hogy... van van ilyen típus is, meg van, aki azért lazában, lazában. kezeli, de, de igen, tehát mindenkinek megvan a saját módszere. Tehát itt ugye meg is kell írjad, tehát nem elég, hogy csak előadó vagy, hanem írója is az egész darabnak, amit csinálsz, és ettől durva, hogy, hogy gyakorlatilag színészként, előadóként, plusz íróként, és plusz igazából filozófusként a saját dolgodat mondod el a népnek, ez így ezért ennyire összetett meg szerintem a legbonyolultabb színpadi műfaj. Talán ezért vagytok olyan nagyon kevesen, akinek tényleg jól megy ez a dolog. Hát, vagy ez, ez lehet az oka. De akkor te azt mondod, hogy egyértelműen előnyére válik az valakinek, hogy mondjuk van egy színészi képzettsége előtte, vagy hasonló? Ö, ha bele tudja illeszteni a stand-up, sok színész azért nem ö, tudott stand lenni, mint ahogy én is az elején elkezdtem, karakterbe bújva, uh -huh. és nem tudják a karakterre lereszteni, mert az jó érzés, ha van egy ilyen maszk, és végülis a mögül uh -huh. nyomod ezt az egészet, és van, aki ebbe benne ragad, és nem önmagát adja, hanem mindig egy manírba, egy, egy maszkba, és az meg kifejezetten hátrányos. Tehát itt a standardnak az őszintessége a lényege. Ha nem vagy őszinte, akkor ott az elvérzik. Az egyből kiszagolják a nézők hihetetlen módon. Tehát Nincsenek kamu sztorik. Vannak sztorik, amiknek egy része fűszerezve van, meg nem pont úgy történt. De az alapja, a magja, vagy a gondolat, amit te érzelésre tovább akarsz adni, az, az sosem lehet kamu, mert az egyből bukó. Úgy érzed, hogy ez így van? Mert én még sokszor úgy érzem, tudod, hogy, hogy, kicsit a múltkor ahhoz hasonlítottam a stand de kicsit olyan nekem, mint a pankráció, tudod, hogy, hogy nyilvánvalóan most valakivel 30 éven keresztül nem történik minden nap valami, ami beszarás, milyen vicces. Tehát van azért egy kis fantázia, egy kis írás hát nem, része. De a, akkor vannak a, a, gondolataid, amik ugye a világról... Igen, Igen de azért, azért, el kell fogadni, hogy van része, ami nem... Ami nem be, pont te... úgy történik, mert be, ez egy előadás. Az van, de mondjuk, mit tudom én, nekem van a a talicskás sztorim, hogy mm -hmm. elvittem a gyereket talicskával. Az tényleg megtörtént, tényleg az volt, hogy nem kaptam béka de az tényleg az most az, hogy mit ordított be a szomszéd, én, meg én. izé, meg, meg beraktam egy-két dolgot, azok fűszerezések, de az alaptörténet az teljes mm -hmm. valóság, és az van elmondva. Vagy mit tudom én a mondjuk az lmbtq íról elmondom a véleményemet, akkor az 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 én véleményem és arról írok, ami ott megy, vagy, vagy mit tudom én, a kemény emberekről elmondom a véleményemet, az meg, az meg szintén nem kitalálom. Tehát vagy egy, -egy nyilvánítás van, vagy pedig egy történet. Uh -huh. Vagy ezeknek a sokasága ad ki a végén egy egészet, ami... És te hogy érzed egyébként azt a részét, hogy a, a gyakorlatilag így a te életednek azért van több része, így Tehát színészkedtél, színházban, tévében szerepeltél, stand-up voltál. Most itt van ez az újdonság, az internet, a stream, a saját magad által alkotott tartalmak. Hol vagy te ezekben? Mindegyik vagy? Vagy van, amelyik közelebb áll? Hát az a helyzet, hogy én általában egy idő után megunok mindent egy kicsit. Uh -huh. Tehát volt a színház, akkor azt kicsit meguntam, meg ugye kellett is váltani, akkor jött a stand-up, akkor azt azt hittem, hogy megunom, aztán újabb rétegeket ö, fejtettem föl, és kiderült, hogy sehol nem vagyok benne, és aztán elkezdtem változtatni, és ez megint izgalmas lett. Akkor volt a, a filmezés, most van a játék, de igazából ennek meg az összessége pont ez a mogács.hu, hogy ott lesznek online előadások is, amiket szeretnék csinálni, lesznek online olyan előadások, amire lehet jegyet venni, akkor mm. ott lesz bábsó, lesznek olyan, lesz podcast, mert engem is érdekel ez a beszélgetős műfaj. Szeretnék, hogy te is ilyen, ö, igen, meg mondjuk igen, te, 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 elég, elég érdekes embereket tudnál mondjuk megszólítani. Így magad Igen, körül. tehát, hogy még nem tudom pontosan, hogy ezen kívül szeretnék street comedy, tehát, hogy az utcára kimenni és ott akciózni ezeket is feltöltve tartalomként a mogáshu tehát, hogy egy csomó olyan dolog foglalkoztat, amit egyelőre rengeteg ötlet van. Ugye ehhez kell a lóvi, hogy ezeket meg tudjam valósítani, meg hogy most már le kell adjak munkákat, mert nem bírom egyedül. Tehát ezt uh -huh. pontosan tudjátok, hogy így nő a, Igen. a történet, hogy ezt egy idő után azt veszem észre, hogy csak körmölök hülyeségeket, és a lényegi résszel meg nem tudok foglalkozni, mert mondjuk épp APEC ügyeket intézek, vagy, uh -huh. vagy egyebek. Vagy műsortervet, tehát amivel igazából nem kéne nekem foglalkoznom, hogy haladjunk előre. És hogyha megvan a, a stáb, akkor gyakorlatilag vissza tudok húzódni úgy, hogy, hogy én folyamatosan kitalálok és megvalósítok. És a, ezt a rengeteg olyan ügyet, ami ami nem az alkotói rész, ezt le tudom osztani, és akkor, akkor beindulhat egy folyamat. És a, a, nekem azt tulajdonképpen a, az álmom, hogy hogy ez a magás média ez egy olyan terület legyen, ahol én gyakorlatilag konkrét alkotással tudjak foglalkozni, majd később idősebb koromban, mint művészeti vezető, visszavonulva olyan tehetségeknek utat adni, akik őszinték, becsületesek, és egy olyan világlátásuk van, ami hasonlít az enyémhez. Hát ez azért egy elég komoly feladat. De jó hangzik, hát, nagyon. Jó. nagyon. Tehát félre ne értsét, én abszolút, Én abszolút támogatom ezt a dolgot, meg remélem is, hogy működni fog, mert az olyan embereket muszáj megerősíteni abban, amit, ami, ami ami, a terv, akinek, akinek egy olyan, akinek én is együtt tudok érezni a gondolatmenetével olyan szempontból, hogy szükség van az ilyenekre, mert én is azt látom, hogy nagyon sok mindenki kallódik. Egyébként tehetségszinten is kallódik, vagy pont egy olyan úgymond spotlightot kap, ami a nem jó a fajta spotlight, és elnyomja ö, végül a tehetségét, vagy... vagy neki, igen, ez a spotlight, arra gondolsz, hogy elkapja mondjuk az egyik ilyen... Igen. Média, és, és akkor persze, be... hogy megy, mert ugye úristen, sosem igen. gondoltam volna, hogy a tévébe leszek, pedig már az a világ van, hogy inkább ott ne legyél, mindenhol lehetsz. Vannak stand kollégák, akik szerintem nagyon jók, uh -huh. ö, és nem akarok nevet mondani, mert... Ebben ö... a műsorban nem mondunk neveket, ez most már egy <laughs> Mert ö de nem tudom, hogy ez bántja őt, vagy nem, de ő is tudja mondjuk magáról, hogy én szétrögöm az agyam magam rajta mindig, viszont hogyha, tehát ő nem képes arra, hogy magára hangolja a közönségét. Uh -huh. Uh -huh. Tehát, és ha ezt nem tudod megtenni, akkor ott elveszett ember vagy. Mert egy falu napon ott megköveznek. Hiába Biztos. vagy. Hiába vagy jó, és pedig nagyon jó, tehát nagyon-nagyon jó, de ha nem olyan hangulatban van a közönség, akkor csönd van. Ha meg olyan hangulatban, akkor meg vinyog mindenki. Tehát, hogy vannak emberek, akiket szerintem érdemes lenne így összeszedni a világból, és teret adni nekik, hogy mutassák meg, hogy, hogy mit tudnak, és egy kicsit már az én tudásommal fölvérkezve úgy lögdösni őket, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem, mi az, amibe nem érdemes belemenni, de az őszintesség a legfontosabb, tehát igazából ti is azért vagytok nagyon jók, mert teljes őrülettel, láhitattal azt nyomjátok, amit szerettek, és ez, ez átjön, átjön, és utat tör. Örültem neki, hogy azt mondtad, hogy, hogy láttad rajtunk. Ugyan Igen, azt mondtam is? nekik, hogy, hogy először, mikor rákapcsoltam a, a VR csatornán, nem tudom, 250 évvel ezelőtt, azt láttam, hogy ő két ilyen nyomorú gyerek, borzasztóan néznek, az egész hangulat is borzasztó, minden, de hogy van valamilyen, egy perc először csak azért néztem, mint a saskabarét, hogy azt a kurva, hogy ez, ez mi, micsoda, és Igen. utána, utána elkezdett átjönni az az átütő energia, ami, ami gyakorlatilag a lelkesedés, és a dolgok az iránti szeretet, amit csináltok, és azt mondtam akkor, hogy ebből biztos, hogy lesz valami. Lehet, hogy most így néz ki, de, és tessék. Hát látod, van, ami amikor... ezt a stúdiót nekem adjátok a riportért. Ez most de, neked, hogy... igen, azért, mert eljöttél, igen. De... Majd, 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 sok év múlva lesz egy másik, tudod. Igen. De öm, örülök neki, hogy így látod, mert pontosan ezért mondtam a, a spotlightot, vagy hogy ilyen hogy csak módon beszéljek, hogy nem, 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 mindig van meg az a platform, nem mindig, van, nem, nem mindig áll készen minden feltétel ahhoz, hogy meg tud mutatni, hogy lehet, hogy szórakoztató vagy. De talán az az egyetlen eszköz az emberek kezében, hogyha eléggé őrültek, eléggé hisznek abban, hogy, hogy jó lesz, és elég nagy áhítattal csinálják, akkor valahogy csak átjön, valahogy úgy beférkőzik. Igen, de azok a, azok az olyanok, mint ti, abból nagyon kevés van, akiben megvan az áhítat is, meg a, a munka mm, szeretet, igen, talán... és, és, és hogy, hogy nem adják föl. És én szeretnék olyan figurákat is fölkarolni, akik van több ilyen barátom is, akik már belenyomorodtak abba, hogy zsenik. De nem Á, tudják és... magukat eladni, és tényleg zseniálisak. Tehát olyan nagyon jó filmes emberek, meg olyanok tűnnek el itt, amiről senki nem tud semmit, pedig zseni. Ez egy nagyon érdekes gondolatmenet, mert valami van most a világban, nem tudom mi, ami miatt én ezt most több helyen látom, ezt a törekvést, ami a terészedről van. Külföldi tartalmakból, két-három helyen legalább hallom azt, hogy próbálnak maguk köré gyűjteni embereket bizonyos témakörökkel kapcsolatban, mert szétkallódnak az emberek, és sokan azért nem, mert tudod, most hát itt próbálkozom, ott próbálkozom, túl, túl sok helyben, túl sok platformban, és tudod, lehet, hogy ez a visszája annak, hogy, a nagyon zárt, ugye médiából, ami volt a tévé, egyszer csak mindenkinek lehet minden dolog lett, és, és lehet, hogy szükség van ezekre a körökre. De nem úgy kalódnak el, hogy, hogy ilyen olyan tévékbe, hanem nem, egyáltalán nem, nem. sem. Egyáltalán nem, nem fedezik fel Aha. őket, mert ahogy mondtad, saját maguk nem találják meg a közönségüket. Ennek több oka lehet. Vagy a kitartás hiánya, a rossz helyen próbálkoznak, vagy nem értenek egyszerűen. Hogy hogy legyen Aha. a népszerűsítéshez, és sajnos ez a mellékhatása, hogy hogy elkalodnak az emberek. Én például ezért tartottam, és nyilván nem ismerem a hátterét, tehát a kiderül, hogy valami titkos vámpír volt benne, aki szívta az emberek vérét, meg a stb. konteuk, nem tudom, de ezért volt olyan -e nagyon érdekes annak idején, a, ugye a Fábrisó volt a legnépszerűbb televíziós műsor akkor, és ugye abban, azon belül volt ugye ez a Club, Igen. amiben egy kicsit ilyen gondozás szinten voltak benne ezek Abszolút. az arcok, Igen. és egy, egy ilyen, hogy is mondjam, egy, egy megszerkesztett, de nem vezető, Kézetet, keretet kaptak, amiben megkapták azt a figyelmet, ami előtte nem volt meg nekik. Igen. És azért sok mindenkinek eléggé bombaszinten hatott azottani. Azottani az ottani. Az ottani az, az első ére, az gyakorlatilag ott, ott hát még mindig azokat a műsorait idézik igen. egy csomóan, amit, amit ott ott, ami megdöglöttem igen. én is egyéb iránt. De, de na, no, tehát, egy, ilyen, ily, tehát ugye ilyesmire, ilyesmire, gondolsz, hogy így Érted, platformot ad igen, igen, igen. Meg, akik igen. Tehát elhetséges. egy olyan, Persze ez, ez nekem is ki kell nőnöm, meg, ezt meg de? kell csinálni, de, de utána egyrészt azért, mert én sem tudok, meg nem is akarok életem végig állandóan tartalmakat gyártani. Másrészt, meg meg tényleg fontos az, hogy, hogy egy szabad felületen garázdálkodhassanak, elmondhassák a véleményüket, és és úgy alkothassanak, hogy nincsen cenzúra, csak én. De én nagyon durva leszek. Igen, azt elhiszem, azt elhiszem. Én, az élő műsorokat tartom, mert mint az élő műsorokat, nem a live-okat, hanem tudod, amikor elmegyünk egy előadásra, azt tartom jelenleg szerintem az egyetlen olyan alkalmas felületnek, ami alkalmas erre, amit mondasz. Hát már az sem. Már az sem? ott kiírja valaki facebook Hát én volt, hogy a doktor Mugácsa nem mentem műfázakba. Micsoda? Sőt, hát... nem, nem, engedtek. Igen, igen, inkább nem vállaltam be az igazgató. De és, és úgy, nem hogy a doktor Mogács az, az az érdekes, hogy az is félre ment, hogy itt fele azt mondta, hogy Gyurcsán cidom, fele meg azt, hogy Orbán szidom. És Aha. nem értette meg senki, hogy, hogy egyiket sem szidom. Én egy globális problémáról beszélek, és a politikusok fölötti gonosz lényről, a, a fogyasztói társadalom ö, fenevadjáról szól ez az egész, aki uh -huh. ugye, hogy benne is van több idézetben, hogy a politikus csak hínára fejér cápa akváriumában. Uh -huh. Tehát erről szólt, és emellett uh, nem értették. Nem engedték. Hát ez, ez hogy ezt el, hogy az erésze nem megy át egyébként. A de dolog, aztán hogy... meg sok helyen megengedték, tehát igazából csak ritkán volt ilyen, de tehát azért ott is, ott is van, hogy félik a, féltik az állásukat, és most ez így volt mindig is egyébként, tehát a, a politika és a színház azért az, Mm. Karöltve járt mindig is, tehát ez nem egy ilyen új keletű dolog régen. Ugye volt a Hofi a szofi, szócső, igen. Hofia, szócső, ezt akartam mondani, csak itt Szofiba. És ott ott mehetett a szelep, de ki tudja, hogy hány tehetséges humorista volt még, akinek meg nem engedték. Ezt akartam mondani, igen, hogy ö, nagyon más volt az a világ, amikor te voltál az egyetlen. Igen. Úgymond, és azért is lehet idegen sok tévés karakternek átjönni a YouTube-ra, ahol, ahol megint küzdeni kell, vagy most tényleg kell. Igen, hát most ezt, tényleg kell. Ez, 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 veszély, ez az a domog. jó. Meg sok mindenki egójának nem működik. Nem, ez a én. Én. Tudod, hogy én ki vagyok? Itt? Senki. Itt ki vagy? Tízezerből egy vagy. Ugyanolyan egy, mint amilyen mi is vagyunk. Ja. És az a durva az egész műfajba, hogy akárhányan néznek, két perc alatt hogy ne nézzen senki. Azonnal. Aha. Simán. Um, és ezért gondolom azt, hogy a természetről nagyon jó megközelítés, hogy konzisztencia, műsorterv, program van, ezek ezek a jó dolgok. Ezért jönnek vissza az emberek. Hát, tudják, hogy van mit nézni. Nem Aha. az, hogy tudod, kedveste van, ma nem ittam annyit, tudod, lőjünk egy műsort, tudod, Igen. vagy valami ilyesmit, az nem működik. Igen. Szóval nem egyszerű, hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Most ez a pandémia, nem tudom, hogy mennyit, hát mondjuk gyakorlatilag ennek mondhatjuk, hogy használ, mert ameddig otthon vannak az emberek, addig ezt nézik. Igen. De hosszú távon meg valószínűleg nem fog használni, mert már nem lesz senkinek se monitorja se lassan, mert... Igen, abból a szempontból igen, a gazdaságilag nem, meg egyébként én hiszek abban, hogy ha nem is nagyon végletes dolgokra kell gondolni, de lesznek dolgok, amik úgy maradnak. Tehát szerintem ez az online dolgokra szokás, tudod, akár a kajarendelés nézed, vagy hmm. ahogy a bevásárlást megoldják Nem rendelésen. rossz ez Igen, én és szerintem sok jó. mindenkinek úgy fog maradni ez. Mert például volt rengeteg ember a, a, itt az országban, aki például nem szívesen adoptált ezekhez az új dolgokhoz, de úgy, hogy muszáj volt, most így kipróbált, és így, ha, nem is olyan rossz. Mi a király, hogy van ez, igen. és tudod, így úgy maradnak bizonyos dolgok. Igen, igen. És szerintem ez alapvetően jó is, meg, rossz, Meg is. rossz is. Meg rossz is, igen. Igen, mert sajnos, igen, van egy része a világnak, amit muszáj megélni személyesen. Így van. Én figyelj, én, én, én nagyon remélem, hogy bejön a terv, és hogy mindenki hát lesz. Én, mi segítünk, hogyha, hogyha valamiben tudunk, szívesen elmegyünk beszélgetni, hogy bármi, amit szeretnél csinálni, hogyha Jó, a későbbiekben. Azt nagyon köszönöm. Ha a későbbiekben pörögünk. majd a dolog. mondom a számra számon, egy 5 millióval kezdünk havonta, szerintem teljesen belefér, nem az az, az alap. Az Abszolút. A szetre is szükségem, van, nagyon jó cucc, ö, jaj, ez jaj, már amúgy is használt. Meg, meg kell adjuk hozzá a dolgot. <laughs> nem, de tényleg köszönöm a, a riportot, meg én is csak gratulálni tudok, tényleg, mert ö, kevés ember mellett ö, állok úgy, hogy ö, azt mondjam neki, hogy jó, amit csinál, de azt kell mondjam, hogy ez, ö, szóval tényleg, példaértékű a többi fiatalnak, hogy amiben hisznek, azt nyomják, amit ti csináltok. Mert ezt, és nem ferdült, kurvult el sem erre, az meg egy külön érdem, szerintem. Nagyon örülök neki, hogy így látod, nekünk így a, de tényleg köszönöm szépen, a gondolatmenetünk gyakorlatilag így, így nagyjából ez, hogy, hogy igyekszünk tudod megmaradni, és talán azzal motiválni, hogy csináljuk és remélem, hogy ez, ez így is tud maradni. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Remélem, még lesz dolgunk együtt. Ki tudja milyen. Nektek is köszi szépen, hogy itt voltatok. Legközelebb találkozunk a Dime Art Podcastben. Szevasztok!